Megvallásunkat a 94. Zsoltár 12. és 13. verséből mondjuk, és bízom benne, hogy illik az üzenethez, amelyet hozok. 94. Zsoltár 12. és 13. vers. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Ha nem látod, mennyire ideillik ez, bízom benne, hogy kicsit tisztában fogod látni, mielőtt az estének vége lesz. Most szeretném felolvasni az igét, amit kijelöltek nekem. Úgyhogy a felelősség Ken Burnetté. Nem tudom, emlékszik-e, hogy ezt az igét adta nekem. És én szédelegtem, mert azt gondoltam, hogyan foglalkozhatnék egy ilyen hatalmas témával, ami ezekben a szavakban van, amit a Zsidók 12. része 25-től 29. verseiben találunk. Zsidók 12, 25-től 29-es versig. Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól. Mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből van, kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk hálásak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Azután lapozzunk ahhoz az igéhez, amelyből ezt idézték, ami az Aggeus második része, 6. vers. És különleges oka van annak, hogy felolvasom. Aggeus második rész, 6. vers és a 7. vers eleje. Így szól a seregek ura, még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. És hozzátesz valamit, amit nem mond pontosan a zsidó levél, megrendítek minden népet. Tehát Isten azt mondja, hogy megrendítem a mennyet és a földet, a tengert, a szárazföldet, és megrendítek minden nemzetet. Ez óriási téma, amin elmélkedhetünk. A képzeletünk alig tudja felfogni, mit jelent ennek a kijelentésnek a megvalósítása, hogy a menny, a föld, a tenger, a szárazföld és minden nemzet meg lesz rázva Isten erejével. Mielőtt belemegyek a témába, szeretnék feltenni nektek egy kérdést, ami a Szentíráson alapszik. A kérdés ez. Nem kell hangosan válaszolnotok. Hiszel Isten ítéletében? Mert tapasztalatom szerint, ahogy sokfelé utazom és sok keresztényel találkozom különböző helyeken, sok konferenciára és összejövetelre megyek, nagyon-nagyon keveset beszélnek ma a legtöbb helyen Isten ítéletéről. A hozzáállás szinte úgy tűnik, hogy ez, hát nem szép dolog Isten ítéletéről beszélni. Tartsuk távol magunkat ettől a fájdalmas témától. Sőt, szerintem sok keresztény szinte fenntartással van az ellen, hogy Istent bíróként mutassuk be.
mintha ez megbántana embereket, vagy megijeszteni őket. Nem tudjuk elérni, hogy meghallgassák az evangéliumot, ha Isten ítéletéről beszélünk. A János 16.8. versében Jézus ezt mondja, amikor eljön ő, az igazság szelleme, ő megfeddi a világot három dologban. Bűnről, igazságról és ítéletről. Ahogy én látom, ez a három örök, változhatatlan valóság, amelyen minden igaz vallás alapszik. Bűn, igazság és ítélet. És ha megkérdezzük, mi a bűn, az írás azt mondja, hogy minden igazságtalanság bűn. Tehát csak két lehetőség van minden cselekedetben és minden életben. Bűn vagy igazság. És ha valami nem igaz, akkor bűnös. Bizonyos módon könnyű meghatározni, mi a bűn. Ha megkérdeznék tőlem, mi az, hogy görbe, csak fel kéne mutatnom egy egyenes vonalat, és azt mondani, hogy minden, ami eltér ettől, akár kicsit, akár nagyon, az görbe. És ugyanez igaz az igazsággal és a bűnnel. Isten feltartotta az igazság vonalát. Ez Jézus. És minden, ami eltér ettől, kicsit vagy nagyon, az bűn. És annak alapján, hogy hogyan éltünk, akár bűnben, akár igazságban, szembe fogunk nézni Isten ítéletével. Van egy találkozó, amit itt mindnyájan elkerülhetetlenül be fogunk tartani. Ez Isten ítélete. Egyikünk sem menekülhet. Két különböző ítélet van. A kárhoztatás ítélete, és azoknak az ítélete, akik elfogadták Jézust és érte éltek, ami a jutalom felbecsülése. De mindnyájan meg fogunk állni Isten ítélete előtt. Azt hiszem, bolondság úgy élni, mintha ez nem így lenne. És azt hiszem, bizonyos módon igazságtalan a nem megtértekkel szemben, ha nem szembesítjük őket Isten ítéletének a valóságával. Abban, amit ma este mondani fogok, ha sikerül, lefestek egy képet nagyon szörnyű és ijesztő dolgokkal, amik elég hamar el fognak jönni az egész földre és az egész emberiségre. És arra gondolok, hogy amikor ezek a dolgok elkezdenek megtörténni, nem mondják-e neked és nekem, ha nem megtértek, miért nem figyelmeztettetek minket soha, hogy ez fog történni? Látod, ugyanaz a személy, aki az üdvözítő, ő a bíró is. És az ő neve Jézus. Érdekes, hogy amikor az apostolok bemutatták az evangéliumot, nem zsidó háttérből származó embereknek, Jézust mindig üdvözítőként és bíróként mutatták be. Például az Apcsal 10. részében, amikor Péter elment Kornélius házához, és elkezdett beszélni nekik Jézussal, azt mondta a 42. és a 43. versben, és megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő, ez Jézus, az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Erről a proféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatát veszi az ő neve által mindenki, aki hisz ő benne. Valójában Péter az ítéletet a megbocsátás elé helyezte. Azt mondta, hogy aki által a bűneid bocsánatát veheted, ő az is, akit Isten mindenkinek a bírájául rendelt. És amikor Pál Athénban prédikált, itt is olyan embereknek prédikált, akik főleg nem zsidó háttérből voltak, ezt mondta az Apcsal 17.30. versétől,
E tudatlanság idejét azért elnézvén az Isten, most parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy térjenek meg. Senki nem marad ki, nincs kivétel. Isten elvárja minden embertől mindenhol, hogy térjen meg. És azután megmondja az okát. Mivel rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban, egy férfi által, akit arra rendelt, bizonyságot tévén mindenkinek azáltal, hogy feltámasztotta őt a halálból. Tehát a férfi, akit Isten feltámasztott a halálból, Jézus az, akit Isten minden ember bírájának jelölt ki. Ő ugyanolyan hatékony, alapos és hűséges bíróként, mint üdvözítőként. Üdvözítőként nem hagy ki semmit, és bíróként ugyanúgy nem hagy ki semmit. Van egy példázat a Lukás 19-ben, úgy hívják, hogy a gírák vagy minák példázata. Egy gazdag uralkodóról szól, aki elutazott, és a szolgáinak adott valamennyi pénzt, hogy kezeljék neki. És mindegyiküknek adott egy minát, amiről azt mondják, hogy körülbelül 3 havi fizetés. Azután sok idő múlva visszajött, és elszámolt velük. Azt mondta, mit csináltatok a minámmal? Az első azt mondta, még 10 minát kerestem rajta. És az Úr azt mondta, jól van, jó és hűséges szolgám. Legyen hatalmad 10 városon, az én királyságomban. A második szolgától megkérdezte, mit csináltál a minámmal? És ő azt mondta, én 5 minát nyertem rajta. Ő azt mondta, jól van, de nem mondta, hogy jó és hűséges. Azt mondta, legyen hatalmad 5 város fölött. Úgyhogy nagyon világos az elv. A hűség mértéke szerint, amelyel az Urat szolgáljuk ebben az korban, kiosztják nekünk a hatalom részét a következő korban. És nem lesz részrehajlás. De volt még egy szolga, aki semmit nem keresett. Azt mondta, féltem tőled. Úgyhogy elmentem, és elrejtettem a minádat, és itt van, visszaadom neked. Az Úr azt mondta, te gonosz és lusta szolga. Hányan tudjátok, hogy a lustaság gonoszság is? Nagyon kiegyensúlyozatlan az értékrendünk a gyülekezetben. Ha egy ember részeg lesz, úgy gondoljuk, ez szörnyű, és bizonyára nem jó. És nem vennénk be egy részegest a gyülekezetbe. De hány lusta ember van a gyülekezeteinkben? Emberek, akik soha nem igazán szánnak időt arra, hogy tanulmányozzák a Bibliát, hogy imádkozzanak, akikre talán nem is támaszkodhatnál, hogy alapos munkát végeznek. A Biblia gonosznak nevezi őket. Szeretném, ha látnátok a példázat végét. Mert amikor ez az ember elment, hogy királyságot vegyen magának, és azután visszatérjen, a polgárai utána küldtek egy üzenetet, nem akarjuk, hogy ez az ember uralkodjon fölöttünk. És amikor visszatért, a példázat végén az utolsó szavak ezek. Sőt, ennek felette amaz én ellenségeimet is, akik nem akarták, hogy én uralkodjam rajtuk, hozzátok ide, és öljétek meg előttem. Engem sokkolt, amikor éreztem ezeknek a szavaknak a hatását. Mert ez az ember egy kép Jézusról. És azt mondja, azokat, akik elutasították az uralmamat, hozzátok ide, és öljétek meg előttem. Ő ugyanolyan alapos és hűséges bíróként, mint üdvözítőként. Ő mindkettő. Ugyanazt, akit Isten üdvözítővé tett, őt bíróvá is tette. Most érjünk vissza közelebbre az igéhez, amivel kezdtük.
a proféciához, amely azt mondja, hogy Isten mindent megrendít, amit meg lehet rendíteni. Amit meg lehet rendíteni, abból végül semmi nem marad, ami nem rendül meg. Néhány éve, nem nagyon régen, az Úr, úgy gondolom, szólt Ruthhoz és hozzám az ő ítéleteiről ennek a kornak a végén, és azt mondta, én hiszem, így értem azt, amit mondott, az ő ítéletei három szakaszban jönnek. Bevezető, középső és végső. Ahogy én személyesen olvasom a mai helyzetet, a bevezető ítéletek már elkezdődtek. Nem hiszem, hogy elértünk a középsőhöz, az biztos, hogy még nem értünk el Isten végső ítéleteihez. Most kérdezzük meg magunktól egy kicsit, ha követtek engem, mik azok a dolgok, amiket meg lehet rendíteni? Mert ha meg lehet rendíteni őket, akkor meg fognak rendülni. Szeretnék először is a két házról szóló híres példázathoz lapozni. Az egyik homokra épült, a másik kősziklára. A Lukács 6. részében, a 47-től a 49. versig. Aki hozzám jön, itt Jézus beszél, aki hozzám jön, és hallgatja az én beszédeimet, és azokat megtartja, megmondom nektek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott, és mélyre hatolt, és kősziklára vetett alapot. Mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt nem rendíthette meg, mert kősziklán épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló az az emberhez, aki csak a földön építette házát alap nélkül, amelybe beleütközvén a folyóvíz azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak romlása. Figyeljük meg, hogy nincs különbség a próbák között, amelyek mindkét házat elérték. Mindegyiküket elérte a vihar. Ne képzeld, hogy az, hogy hívő vagy, viharmentes átjárást biztosít neked az életen. Inkább az ellenkezője igaz. Az igazságot, amit ma bemutatnak, csak fél igazság. Azt mondják, hogy ha az Úrhoz jössz és megtérsz, akkor minden jól fog menni, soha nem lesz semmi problémád, és a többi. Legtöbben tudjuk tapasztalatból, hanem az igéből, hogy ez nem igaz. Egy barátomtól, aki prédikátor, egyszer megkérdezték, mi a Szent Szellem keresik bizonyítéka. Ő azt válaszolta, a gondok. Csak egy különbség volt. Nem az, amin keresztül mentek a házak, hanem az, hogy az egyik szilárd alapra épült, sziklára, a másik nem. És Jézus azt mondta, a kősziklára építeni nagyon egyszerű. Hallani, amit mond, és megtenni. És hiszem, hogy ez az egyetlen alap, amelyen olyan épületünk lesz, amit nem lehet megrendíteni. Minden, ami nem arra épült, hogy halljuk és megtesszük Jézus tanítását, meg fog rendülni. Úgyhogy szeretnék átgondolni veletek röviden néhány dolgot, ami meg fog rendülni. Ez nem egy szenvedélyes, érzelmes felhívás. Megpróbálok objektív lenni, és bizonyos értelemben elemző. Megpróbálok mondani dolgokat, amivel mindenki egyetért. A probléma nem az, hogy olyat mondunk az embereknek, amit nem tudnak, hanem hogy emlékeztetjük őket dolgokra, amiket tudnak, de nem akarnak emlékezni rájuk. Először az egyéni életek megrendülhetnek. A szolgálatban több száz emberrel foglalkoztam az évek során, akiknek az élete teljesen megrendült.
betegségtől, szegénységtől, összetört házasságtól, többféle módon. Emberek azt mondják, feladom, nem tudok tovább menni. Semmi nem segít, semmi nem működik. Akár halott is lehetnék. Olyan emberek voltak, akiknek az élete nem Jézus tanítására épült. Ez nem jelenti, hogy ha Jézus tanítására építünk, nem lesznek problémáink, de meg lesz az erőnk, hogy ellenálljunk a problémáknak. Azután Jézus azt mondta a Máté 12:35-ben, minden ház vagy háznép, amely megoszlott önmagában, nem állhat meg. Tehát minden háznép, amely megoszlott, amelyben nincs egység, és szeretet, és béke, megrendülhet, és meg fog rendülni. És minden nap látunk riportokat az újságokban, családokról, amik megrendültek. Sőt, azt hiszem, valószínűleg a társadalmunkat élő problémák fő oka a családok felbomlása. És ennek az eredménye egy sereg szülő nélküli gyermek. A szülők elszaladhatnak a gyermekeik felelősségétől, de utolérik őket. Lehet, hogy nem abban a nemzedékben, hanem a következőben. És a világ egyik fő társadalmi jellemzője ma a szülő nélküli gyermekek tevékenységei. Csak megemlítek három területet. Az egyik Dél-Afrika, a néger grófságokban, ahol egy sereg gyermek van, akik nem kötődnek senkihez, nem tisztelnek semmit, nem törődnek az emberi élettel, csak elhagyják magukat, mert őket is elhagyták. Sokszor mondtam, hogy nincs olyan dolog, hogy fiatalkorú bűnöző. A bűnözők a felnőttek. És igazán semmi nem tudja irányítani őket. A rendőrség rendet tud tartani egy társadalomban, ha a társadalom többsége a rendőrség oldalán áll, és támogatja a törvényt és a rendet. De amikor a társadalom a másik irányba fordul, a rendőrség számára lehetetlen a rend fenntartása. Nem az ő munkájuk. Egy másik hely, ahol ez igaz, ez Izrael. A felnövő fiatalabb arabok között, az úgynevezett intifáda miatt. Én ismerem az arab kultúrát, köztük éltem. Általában a fiatalok nagyon tisztelik az időseket, és a gyermekek nagyon tisztelik a szüleiket. De az intifáda teljesen letörte ezt. És a társadalmat most 10 évesek veszik át, akikben egyáltalán nincs hűség, nincs elkötelezettség, nincs tisztelet. És bizonyos értelemben a társadalmuk már nem kezelhető. A harmadik hely, ami példa erre, Los Angeles. Megint. A probléma gyökere a gyermekek, akik a szülők szeretete, gondoskodása és fegyelmezése nélkül nőnek fel. És nincs társadalmi válasz erre a problémára. Én személyesen hiszem, hogy ez sokszorozódni fog és növekedni. El tudom képzelni, hogy itt Nagy-Britanniában egész területek lesznek, amelyek fölött átveszik az uralmat. Fiatal lázadók. És a rendőrség egyszerűen távol marad azoktól a területektől. Sőt, már most is van néhány ilyen terület az országban.
De el kell jutnunk a probléma gyökeréhez, ami a szülők, akik nem nevelték fel a gyermekeiket. Azután gondoljunk az intézményekre. Minden intézmény, ami nem Jézus tanításán alapszik, megrendülhet. Bankok megrendülhetnek. Hiszed ezt? Hidd el, Amerikában látjuk a bankok megrendülését. Ma 500 dollár személyes adóssága van minden amerikai állampolgárnak, mert a takarék és kölcsönző bankok csődbe jutottak, és a kormány vállalta értük a felelősséget. Személyes véleményem az, hogy nincs mód arra, hogy az Egyesült Államok elkerülje a csődöt. Nem megyek bele, de hiszem, hogy ez tény. Hiszem, hogy az egész nemzet meg fog rendülni. Azután üzletek megrendülhetnek. Sok üzlet van ebben az országban és más országokban, amik bezárnak, csődbe jutnak, mert az üzletek megrendülhetnek. Kormányok megrendülhetnek. Láttuk ezt a volt Szovjetunióban. Az egész kormány összeomlott, mint egy kártyavár. És senki nem tudta helyreállítani. Észre kell vennünk ezeket, mert készek vagyunk ezekre az intézményekre nézve. Stabilitásért. Az emberek azt mondták, olyan biztonságos, mint Anglia bankja. Az nem nagyon biztonságos. Nagy vállalatokra és cégekre nézünk, és úgy gondoljuk, ők megcsinálták. Pedig nem. Van egy másik fajta intézmény, ami szintén megrendülhet. Ez a vallási intézmények. Egyáltalán nincs garanciájuk a stabilitásra. Csak ha Jézus tanítására épültek. Hiszem, hogy nagyon sok úgynevezett keresztény intézmény össze fog omlani az előttünk álló rázkódásban. Azt mondom nektek, ne nézzetek egy bankra, ne nézzetek egy üzletre, ne nézzetek egy kormányra, és ne nézzetek egy vallási intézményre a biztonságért, mert ők nem tudják biztosítani. Ezek mind azok közt, a dolgok közt vannak, amik meg fognak rendülni. És azután a fizikai építmények megrendülhetnek. Épületek, mint ez is, amiben most összejövünk. Gyülekezeti épület. Felolvasok nektek egy pár igét Ésajás próféta könyvéből. Ésajás második rész. A 12. verstől kezdve. Ahogy felolvasom ezeket az igéket, amelyekben Isten olyan dolgokról beszél, amik meg fognak rendülni, azt javaslom, hogy az elmédben jegyezd fel, mi az, amit Isten a legjobban gyűlöl. Egy dolog, ami végül mindig katasztrófához vezet. Nem akarom megmondani a választ, szeretném, ha követnél, és megpróbálnád kiválasztani azt az egy kiugró jellegzetességet. És olyas második rész, a 12. verstől kezdve. Mert a seregek urának napja eljön minden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik. És Libanon minden cédrosa ellen, amelyek magasak és felemelkedettek, s Básánnak minden tölgyfája ellen, minden magas hegy ellen, és minden felemelkedett halom ellen, minden magas torony ellen, és minden erős kőfal ellen, és társ is minden hajója ellen, és minden gyönyörűséges drágaság ellen. És porba hajtatik a közember kevéssége, és megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel a manapon.
és csak egy vers az Ésaiás 30. részéből. Ésaiás 30:25. És lesznek minden magas hegyen és emelkedettebb halmon patakok, folyamok a nagy öldöklés napján, mikor a tornyok leomlanak. Mindig, amikor egy nagyvárosban sétálok, mint ez is, és nézem a felhőkarcolókat, és a nagyon magas épületeket, azt kérdezem magamtól, milyen lesz az a nap, amikor a tornyok leomlanak. Különösen azokra gondolok, amelyeknek üvegablakaik vannak. Nehéz elképzelni a látványt, ami elénk fog tárulni, ha mindegyik összeomlik. És a Biblia azt mondja, mindegyik le fog omlani. Lehet, hogy nem érzed biztosnak ezt. Hadd mondjam el a magam részéről, én hiszem, hogy pontosan úgy fog történni, ahogy itt mondja. Azután az egész Föld meg fog rendülni. A Jelenések 6. részében. Ez a Jelenések könyvében a profétai látomás része, a 12. verssel kezdve. Azután láttam, mikor a 6. pecsétet felnyitotta, és íme nagy földrengés lett, és a nap feketévé lett, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lett, mint a vér. És az ég csillagai a földre hullottak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza, és az ég eltakarodott, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. Nem hiszem, hogy az elménk teljesen fel tudja fogni, mi fog történni, amikor minden hegy és minden sziget, köztük a brit szigetek, megrendülnek. És végül, ebben a listában, a mennyei testek meg fognak rendülni. Emlékszünk, hogy az Úr azt mondta, megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. A Máté 24-ben, a 29. versben, ez Jézus prófétai beszédéből van, amit az olajfák hegyén mondott el a visszatéréséről. Máté 24:29. Mindjárt pedig a napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egek erői megrendülnek. Nem hiszem, hogy bármelyikünk teljesen érti ezt, de nyilvánvalóan minden, amit a mennyekkel hozunk kapcsolatba, meg fog rendülni. Pontosan ezt mondta Aggeus is. Megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. És a zsidó levél szerzője azt mondja, minden, ami megrendülhet, meg fog rendülni. Miért? Mert Isten ki akar nyilatkoztatni, és be akar mutatni egy királyságot, ami rendíthetetlen. És egy módja a bizonyításnak az, hogy engedd minden megrendíthetőt megrendülni. És a zsidó levél szerzője azt mondja, hogy nekünk ilyen királyságunk van. Nekünk van valamink, ami nem rendülhet meg. De ez nincs a dolgok közt, amiket felsoroltam. Úgyhogy meg kell kérdezned magadtól, és nekem is meg kell kérdeznem magamtól, hol van az én királyságom? Mi az én királyságom? Mibe helyezem a bizalmamat, ami nem rendülhet meg? Szeretnék egy kicsit tovább menni. Menjünk vissza Ésaiáshoz egy pillanatra. 24. vers. Ez egy megdöbbentő rész. Elnézést, 24. rész. Ésaiás 24. része. Felolvasom az első 6 verset, és azután még egy kicsit tovább olvasok mindjárt. Íme,
Az Úr megüresíti a földet, és elpusztítja azt, és elfordítja színét, és elszéleszti lakóit. S olyan lesz a nép, mint a pap, a szolga, mint az ura, a szolgáló, mint asszonya, a vevő, mint az eladó, a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő, a hitelező, mint az, akinek hitelez. Isten nagyon konkrét, senki nem lesz mentes ettől. Gyakran úgy gondoljuk, hogy a gazdagság és a társadalmi pozíció biztonságot ad. De itt Ésaiás elmondja, hogy egyik sem. A mester ugyanabban a helyzetben lesz, mint a szolga. A szolgáló lány, mint az úrnő. A hitelező, mint a kölcsönadó. A pénzügyi biztonság egyetlen formája sem lesz hatékony. Azután folytatja a harmadik versben. Megüresítettvén megüresítetik a föld. És elpusztítatván elpusztítatik, mert az Úr szólta e beszédet. Gyászol és megromol a föld. Elhervad és megromol a föld kereksége. Elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megváltoztatták, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók. Ezért megégnek a föld lakói, és kevés ember marad meg. Isten három okot mond, amiért ez fog történni. A föld lakóival kapcsolatban. Áthágták a törvényeket, megszegték a rendelést, megtörték az örök szövetséget. Ezeket többféleképpen lehet magyarázni. De az én gondolkodásom szerint vannak bizonyos törvények, amiket Isten rendelt az emberiség számára, amiket soha nem lehet megtörni az ő engedélyével. És amikor Isten szövetséget kötött Noéval, és mindenkivel, aki tőle származik, mondott egy dolgot. Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki. Ez az Úrnak egy örök rendelése. Egyetlen emberi kormány, egyetlen emberi jogrendszer sem teheti félre ezt a törvényt. Majd ezt mondja, megváltoztatták a rendelést. Más szavakkal, hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy megváltoztatták az élet mintát, amit Isten bevezetett az emberiség számára. Elsősorban ez a család. A család szerkezete a Bibliában nem kultúrán alapszik, hanem Isten örökkévaló természetén. Isten a feje Krisztusnak, Krisztus a feje a férfinak, a férfi a feje a nőnek. Istennel kezdődik. És azok a nők, akik úgy érzik, hogy igazságtalan, alávetett helyzetben lenni, emlékezniük kell, hogy Jézus is alávetett helyzetben van az Atya alatt. És ahogy mondtam korábban, ennek a rendelésnek a megváltoztatása végül elvette az egész társadalom stabilitását. Vannak hivatásos szociológusok és mások, akik komolyan megkérdőjelezik, hogy a társadalom túlélheti-e, ha a család intézménye összeomlik. És azután a harmadik vádpont az emberiség ellen az, hogy megtörtük az örökkévaló szövetséget. Ezt is többféleképpen lehet magyarázni, de számomra az örökkévaló szövetség az, amit Isten a férfival és a nővel kötött Jézus Krisztus által. És amikor megtörjük ezt a szövetséget, és eltávolodunk a követelményeitől, akkor elkerülhetetlenül Isten ítélete alá kerülünk. Ha megnézem a világot körülöttem, és Nagy-Britanniát,
Én ebben az országban nőttem fel a két világháború között, és több időm volt megfigyelni a világot, mint legtöbbeteknek, nem mindnyájatoknak. Láttam, ahogy ezek mindegyike megtörtént a szemeim előtt. Láttam, ahogy az egész társadalom felépítése és természete teljesen megváltozik. Egyes dolgokat, amiket ma természetesnek vesznek, ha 60 évvel ezelőtt megtették volna őket, abból botrány lett volna. Amiket a televízióban mutatnak, egyes dolgok, tüntetést váltottak volna ki 60 évvel ezelőtt. Ismeritek a békáról szóló példázatot, amit hallottam valakitől? Beteszel egy békát egy tálba, és forró vizet öntesz rá, és a béka ki fog ugrani. De ha a békát olyan edénybe teszed, amiben langyos víz van, és fokozatosan felmelegíted, akkor a béka addig marad ott, amíg meghal. És így kezelt minket az ördög. Nem öntötte be egyből a forró vizet, hanem kitartóan és fokozatosan felmelegítette, amíg már készen állunk, hogy meghalljunk. Szeretnék tovább menni. Ézsaiás 24. Remélem, szántok rá időt, hogy tanulmányozzátok ezt a szakaszt magatoknak. A 17. vershez megyünk, az Ézsaiás 24-ben. Rettegés, verem és tőr vár rád, földnek lakója. És lesz, hogy aki fut a rettegés szavától, verembe esik. És aki kijön a veremből, megfogatik a tőrben. Mert az egek csatornái megnyílnak, és megrendülnek a föld oszlopai. Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld. Inogva meginog a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és reá nehezedik bűne, és elesik, és nem kell fel többé. Nem tudom, hogy nyelv lehet-e ennél elevenebb. Fél tucat különböző kifejezés mutatja be ugyanazt, mint a zsidókhoz írt levél szerzője. Minden, ami megrendülhet, meg fog rendülni. Nincs kivétel. Azután szeretném elolvasni a 24. rész végét, mert megmutatja azt a véget, amit Isten kijelölt. És Istennek megvan a saját befejezése, a saját terve, a saját programja. A 21. verssel kezdődik. És lesz a napon. Meglátogatja az Úr a magasság seregét a magasságban, és a föld királyait a földön. És összegyűjtve összegyűjtetnek gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlöcbe, és sok nap után meglátogattatnak, vagy meg lesznek büntetve. És elpirul a hold, és megszégyenül a nap, mikor a seregek ura uralkodik Sion hegyén és Jeruzsálemben, és vénei előtt dicsőség lesz. Mi a vége? Az Úr királyságának megalapítása a földön, ahol Jeruzsálem lesz a főváros. És mindaz kell majd hozzá, amit Ézsaiás leírt, hogy elvigyen minket oda. Úgyhogy amikor imádkozunk, ahogy kell imádkoznunk, jöjjön el a te királyságod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, akár tudjuk, akár nem, elősegítjük az eseményeket, amiket az Ézsaiás 24 leír. Azt mondja, hogy elpirul a hold, és megszégyenül a nap. Ahogy én értem, Jézus dicsősége az ő királyságában olyan bámulatos lesz, hogy a hold és a nap halvány lesz hozzá képest. Jézus azt mondta a Lukács 9.26-ban, amikor eljön az ember fia az ő dicsőségében, az atya dicsőségében és a szent angyalok dicsőségében. Tehát háromszoros dicsőség lesz. Jézus dicsősége,
az Atya dicsősége és az angyalok dicsősége. Mindenfajta fény, amit legtöbben valaha is elképzeltünk, teljesen jelentéktelen lesz annak a fénynek a ragyogásához viszonyítva. Beszélgettem barátaimmal, egynél többel, akiknek volt rövid látogatásuk a mennyben. És mindegyik ugyanazt mondta, a fény olyan volt, mint 1 millió nap, de nem bántotta a szemet. Úgyhogy nem negatív üzenetet hirdetek. Csak leírom, mi fog történni, hogy Isten királysága fel legyen állítva a Földön. Úgyhogy, ha legközelebb úgy érzed, el akarod mondani az Úr imáját, csak állj meg és mondd, tényleg azt gondolom, amit mondok? Szeretném újra megnézni a jelenések 6-ot, ami ugyanannak a szakasznak a vége, amit már olvastunk. Jelenések 6. Onnan folytatom, ahol abba hagytuk az olvasást. 14. vers. Jelenések 6.14. És az ég eltakarodott, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget a helyéből elmozdíthatott. El kell mondanom, ez megdöbbent engem. Csak hátradölök és levegő után kapkodok. Ha arra gondolok, mit fog ez jelenteni? És a föld királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasok, és minden szolga és minden szabad elrejtették magukat a barlangokba és a hegyek kőszikláiba. És azt mondták a hegyeknek és a kőszikláknak, essetek ránk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának nagy napja, és kiállhat meg. Egy dolog volt, amit a bűnös emberek nem tudtak elviselni, hogy ki legyenek téve Isten tekintete világosságának. És van ott egy kifejezés, ami hatott rám az elmúlt, mint egy évben. Azt mondta, rejtsetek el minket a bárány haragjától. Soha egyikünk sem látott még haragos bárányt. Nem hiszem, hogy valaha volt haragos bárány az emberiség történetében. De egy napon valami teljesen páratlanul és előzmény nélkül történni fog. A bárány meg fog haragudni. Végül az emberek lázadása és gonoszsága még a bárányt is megharagítja. És ez a látvány olyan szörnyű lesz, hogy az emberek inkább összezúzódnának a kőszikláktól vagy a hegyektől, mint hogy azt kelljen nézniük. Most, csak még egy pillanattal tovább. Nem tudom, mennyi az idő, úgyhogy remélem, a korlátaimon belül vagyok. Mi a probléma gyökere mindebben? Miért kell így bánnia Istennek a Földdel és az emberi fajjal? Sok választ lehetne adni. Olvastam könyveket arról, hogy miért lesz katasztrófa. Egyesek a társadalmi okokat írják le, mások gazdasági okokat írnak le. Most olvastam egy könyvet, ami az Egyesült Államokkal foglalkozik, az a címe, hogy a közeledő gazdasági földrengés. Ami azt kell mondanom, szerintem elkerülhetetlen. Nem hiszem, hogy van mód arra, hogy az Egyesült Államok elkerülje a földrengést, ami előtte áll. De nem ez a probléma gyökere. Az nem gazdasági, nem társadalmi, nem politikai. A probléma egyetlen gyökere, amit a Biblia olyan hibátlanul leleplez, az emberi jellem általános leépülése.
Úgyhogy zárásként megnézzük a 2 Timóteus 3. részét. Kettő Timóteus 3. része. Először is felolvasok az első 5 verset. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Hadd álljak meg itt egy pillanatra. Lássuk, hogy át tudtok-e menni a vizsgátokon. Ne ijedjetek meg, ha nem értetek egyet vele, még a mennybe juttok. De mi az a szó, vagy magatartás, vagy jellemvonás, ami végig ki van emelve, ami végül kiváltja Isten haragját? Büszkeség, úgy van. Isten személyesen foglalkozott velem a büszkeség témájában majdnem 2 évig. Azt hiszem, ezt meg kell osztanom veletek, mielőtt tovább megyek. 1990. novemberében Ruth és én kivettünk egy 6 hónapos szabatot Hawaiin. Elmentünk, hogy keressük az Urat és a jövőnkre vonatkozó terveit. Elképzeltünk egy kellemes, nyugodt időt, gyönyörű környezetben, ahogy olvassuk a Bibliát, imádkozunk, és közösségben vagyunk más keresztényekkel. És egyáltalán nem úgy alakult. Nagyon nehéz idő volt, több okból is. Súlyos beteg lettem egy betegséggel, ami meg is ölhetett volna, és Ruthnak egy férjről kellett gondoskodnia, akinek semmi ereje nem maradt, és emellett Isten kitartóan foglalkozott velünk. Láttam, hogy Isten foglalkozik a feleségemmel, aki igazi szentnő. És láttam, hogy Isten olyan dolgokat mond neki és tesz vele, amiket én nem mertem volna mondani. Nem azért, mert félek tőle, hanem egyszerűen azért, mert nem volt meg hozzá az erőm. Nem fogom elmondani egyetlen titkát sem. De mintegy 6 hónapig, sőt, meg kellett hosszabbítanunk a szabbatunkat, mert nem jutottunk eredményre a 6 hónap végén. Isten kérlelhetetlenül és hajthatatlanul foglalkozott velünk. Mindig kedves volt, mindig türelmes, soha nem vádaskodó. De leleplezett egyik dolgot a másik után az életünkben, amikhez ragaszkodott, hogy változtassuk meg. És az összes közt, amivel foglalkozott, ami mindennek a középpontja volt, a büszkeség volt. Tudod, többféle módon lehet kezelni a büszkeséget, de hagyd mondjak egy jó módot, amit megtanultunk. Ez az, hogy megvallod a bűneidet. Azt hiszem, ez elavult lett. A gyülekezetben ma nem valljuk meg a bűneinket. De a Biblia azt mondja, valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. A King James verzió valamiért azt mondja, hogy valljátok meg hibáitokat. Lehet, hogy attól féltek, hogy túl közel lesznek a római katolikusokhoz. De a görög szó az, hogy bűnök. Ugyanaz a szó a bűnre, amit végig használ az Új Szövetség. Valljátok meg bűneiteket egymásnak. És tudod, nagyon nehéz büszkének maradni, amikor megvallod a bűneidet. Próbáld ki. Hadd ajánljam neked. Különösen egy férnek, hogy megvallja a bűneit a feleségének. Ha valami, amit a fér nem akar megtenni, ez az. De én örülök, hogy van egy feleségem, akinek megvalljam a bűneimet. És örülök, hogy ő olyan türelmesen hallgat. És ő is megvallja nekem. Azt mondom, hogy teljesen más a látásom a büszkeségről, mint azelőtt volt. Ha van dolog, amitől félek,
az az, hogy büszke legyek. Nem mondom, hogy elértem, de látok keresztényeket, különösen szolgálókat, akiknél nyilvánvalóan látszik a büszkeség, és rettegek. Igazán. Úgy tűnik, hogy ma a gyülekezetben meg lehet úszni a büszkeséget. Nem tekintik bűnösnek. Sőt, olyannak tekintik majdnem, amit utánozni kell. Sok ember azt mondja, hogy büszkeség jár az elesés előtt. Ez nem igaz. Az ige azt mondja, hogy büszkeség jár a pusztulás előtt. És felfovalkodott szellem az esés előtt. Én nem akarom pusztulással végezni. Személyes tapasztalatból beszélek hozzátok. És ne képzeljétek, hogy szerintem elértem. De azt mondom, hogy nagyon más ember vagyok, mint 2,5 éve voltam. És folyamatosan meg vagyok döbbenve, hogy Isten olyan türelmes volt velem. Szó szerint meg vagyok döbbenve, hogy ő olyan sokáig eltűrt bennem dolgokat. És hadd mondjam el, hogy nem voltam bűnös házasságtörésben, vagy elkörtelenségben, vagy paráznosságban, vagy részegeskedésben, vagy a pénz helytelen használatában, amikre az emberekre gondolnak, amikor szolgálók bűnről beszélnek. Nem ez volt a gond. Azt érzem, Isten úgy vezet, hogy elmondjam ezt nektek, amiben Isten leginkább megítélt engem, a testiesség volt. Ott feküdtem betegen, és azt gondoltam, itt vagyok, prédikáltam a gyógyulást 60 évig, 50 évig. Sok embert láttam meggyógyulni. És hiszem, amit a Biblia mond, Jézus sebei által meggyógyultunk. Az én problémám nem az volt, hogy féltem a haláltól. Az én problémám intellektuális volt. Hogyan egyeztettem a jelenlegi állapotomat a Bibliában való hitemmel? És egyik éjszaka, egyik hajnalban, körülbelül 2 órakor egy napon, amikor a kórházba kerültem, nem tudtam, hogy úgy lesz, az Úr felébresztett, és nagyon finoman és tapintatosan megmutatta nekem, mennyire gyűlöli a testiességet. Tudod, hogy Istennek erős érzései vannak? Tudod ezt? Isten szeret, és gyűlöl. És azt mondja Malakiásnál, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. És Ézsau a testiesség egyik bibliai példája. Isten megmutatta, hogy a testiesség abszolút gyűlöletes számára. Nem mondta, hogy én gyűlöletes vagyok. Ő újra biztosította szeretetéről. Mutatott bizonyos eseményeket a múltamból. Néhányat éttermekből, hagyd mondjam ezt. És arra gondoltam, hogy magyarázzam el másoknak, amit mutatott nekem. Sok dolog van, amit ők tettek, amit én soha nem tettem. És én teszek dolgokat, amit ők soha nem tettek. Ez az én definícióm a testiességre, amennyire én megláttam. A zsidókhoz írt levél szerzője ezt mondta, nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. És mindig, amikor úgy kezdünk gondolkodni és cselekedni és élni, mintha ez a világ lenne az otthonunk, és lenne itt valamink, ami megmarad, ez a testiesség. Nem kell kifejezésre jutnia valami nagy vagy csúnya bűnben. De ha elveszítjük a látást az örökké valóságról, és nem élünk az örökké valóság tudatában, az testiesség. És elmondom, hogy Isten gyűlöli. Ő nem gyűlöl téged, nem gyűlöl engem. És ő végtelenül türelmes. De kezelni akarja.
Ezután, amikor javultam fizikailag, és jobban lettem, az Úr azt mondta, hogy idő kell hozzá. Ő meg fogja tenni, de idő kell hozzá. Azután mondott valami nagyon kedveset. Azt mondta, légy türelmes velem, ahogy én türelmes voltam veled. Ezzel nem vitatkozhattam. Még mindig türelmes vagyok. Bizonyságot akarok tenni, hogy nagyon-nagyon hosszú utat tettem meg. És most virágzom. Nem vagyok teljesen olyan erős, mint mielőtt beteg lettem. Ezt azért mondom, mert nem akarom, hogy csak... De úgy éreztem, az Úr indított, hogy mondjam, de nem akarom, hogy elvont legyen. Azt akarom, hogy oda jusson, ahol te élsz. Rád van hatással. A te sorsodatét. Ne csak teológia legyen, hanem ahogyan élünk. Nincs elvont teológia az Új Szövetségben. Azt nem találsz. Mindig, amikor teológiai igazságot mutat be az Új Szövetség, az érinti azt, ahogyan élünk. Kivétel nélkül. Kereshetsz, de nem találsz csak elvont teológiai igazságot. Egy dologban mindnyájan egyetértettünk. Amit Isten legjobban gyűlöl, mi az? A büszkeség. Mondjuk el még egyszer, amit Isten legjobban gyűlöl, az a büszkeség. Amen. Visszamegyünk a 2. Timóteus 3. részéhez, ahol azelőtt voltunk. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Veszélyes idők, kemény idők. A margón azt írja, hogy feszült idők jönnek. Miért? Mert az emberek valamilyenek lesznek. Mi a probléma gyökere? Az emberi jellem és magatartás hanyatlása. És ez előre halad. És nem lehet visszafordítani. Ezt Isten megmutatta nekem. A romlottság visszafordíthatatlan. Ha valami egyszer megromlik, meg tudod állítani a romlást, le tudod lassítani a romlást, de nem tudod visszafordítani. Vigy bármely gyümölcsöt vagy zöldséget, bármi ilyet. Romlott. És ha ott hagyod, a romlása teljesen nyilvánvaló lesz. Veheted a legszebb, tartósnak kinéző barackot, de hagyd ott egy hétig, és sokkal kevésbé lesz szép, és sokkal kevésbé lesz jó ízű. Valamit tehetsz, beteheted egy hűtőszekrénybe. A hűtőszekrény nem fordítja meg a folyamatot, hanem lelassítja. Bocsáss meg, hogy ezt mondom, de azt hiszem, hogy a gyülekezet olyan, mint egy hűtőszekrény. Beteszel egy embert a gyülekezetbe, ez nem változtatja meg a romlottságát, csak lelassítja. De Isten nagyon realista, nem próbálja meg visszafordítani a romlottságot. Neki csak egy megoldása van. Egy új születés. Egy teljesen új kezdet. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak. Íme újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van. Az új teremtés teljesen Istentől ered. Egyetlen romlandó elem sincs benne. Úgyhogy megmaradhatsz a romlottságodban, ha ott akarsz ülni a hűtőszekrényedben, megteheted. De az egyetlen dolog, ami megváltoztat téged, az az újjászületés. Az új teremtés. És ha soha nem történt meg veled, akkor szükséged van rá. Fiatal vagy öreg, férfi vagy nő, nincs különbség. Nincsenek nemek az újjászületésben. Folytassuk ezt a listát a romlottságról. Fogy az idő, de akkor is. Második vers. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok,
szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazok, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. 18 különböző erkölcsi hiba van ebben a listában. Nem megyünk bele mindegyikbe. De abban az időben, amelyben én a nyugati világban éltem, olyan országokban, mint Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, Skandinávia, Németország, országok, amelyeket ismerek, ezen erkölcsi hibák majdnem mindegyike sokkal nyilvánvalóbb, mint 50 évvel ezelőtt volt. Sokan közületek, akik ugyanabba a korcsoportba tartoztok, mint én, egyetértetek ezzel, biztos vagyok benne. Láttuk a romlás folyamatát a társadalmunkban, és folytatódik, és nem lehet visszafordítani. Az egyetlen megoldás egy teljesen új kezdet. De szeretnék rámutatni három nagyon jelentős dologra. Három szeretet van, ami minden probléma igazi gyökere. Önmagunk szeretete, a pénz szeretete és a gyönyör szeretete. És azt mondanám, hogy az európai kultúrát és társadalmat, benne Nagy-Britanniával, ez a három jellemző uralja. Önmagunk szeretete, a pénz szeretete és a gyönyör szeretete. És az ön szeretetet az, ami a társadalom összeomlásához vezet. Olyan fontos vagyok magamnak, hogy senkivel nem tudok együtt élni. Senki nem elég jó hozzám. Senki nem csinálja úgy a dolgokat, ahogy én akarom. A statisztikák azt mutatják, hogy az Egyesült Államokban ma az emberek átlagos létszáma egy háztartásban 1,7 tized. Már két ember sem tud együtt élni. Mi az oka? Az önszeretet. Ahogy én akarom. Az én kényelmem számít. Én vagyok a fontos. Szolgálj ki engem. És ha nem, akkor gondoskodj magadról. Meg leszek nélküled. A pénz szeretete. Azt hiszem, hogy a fő szellemi erő, ami uralja a nyugati társadalmat, a mammon. Alapvetően a mai kultúrában, ha valamiért pénzt kapunk, az igazolja azt. Nincs szükség több érvre, még a pornográfiát is milliárd dolláros iparágnak nevezik. És szerintem az igazságosság lehetetlen ott, ahol a pénz szeretete uralkodik, mert a gazdag emberek mindent megúszhatnak. Kivásárolhatják magukat mindenből. Ugyanolyan bűnösök legtöbb esetben, mint a szegények. De a gazdagságuk megvédi őket. Egyelőre. De emlékezz, hogy nem örökre. Azután a gyönyör szeretete. Volt egy szlogen, ami végigment az Egyesült Államokon. Ez összefoglalja. Ha jól esik, akkor csináld. Ez a mai leírása a gyönyör szeretetének. De sok emberrel beszélgettem, akik benne voltak a Jézus mozgalomban az 1960-as és 70-es években. Ők rájöttek, hogy bár jól esett, nem tett jót nekik. És 10-15 év múlva roncsok voltak. Fizikailag, erkölcsileg és szellemileg. Azután a következő kifejezés legijesztőbb az összes közél, az 5. versben van. A lista végén ezt mondja, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, és az ilyen emberektől fordulj el. Nem hiszem, hogy a Biblia bármit, ami nem keresztény, kegyességnek nevez. Úgyhogy a kegyesség valamilyen formájáról beszélünk. De ez a forma megtagadja annak az erejét. Ebben a helyzetben mi az az erő, amit megtagadnak? Az erő az emberek megváltoztatására. Úgyhogy ma a homoszexualitást nem hívjuk bűnnek, betegségnek hívjuk.
Nem próbáljuk megváltoztatni őket, csak megszervezzük, hogyan éljünk velük. És egyébként a homoszexualitás csak egy bűn a számtalan egyéb közt. Egyáltalán nem emelem ki őket. Csak rámutatok, hogy alapvetően a gyülekezet elveszítette a hitet, hogy az emberek megváltozhatnak. Úgyhogy kitalálunk módokat arra, hogy úgy éljünk velük, ahogy vannak. Azután ezt mondja, és ez bizonyos módon még felkavaróbb, az ilyen emberektől fordulj el. Hagyd békén őket. Ne vesztegesd rájuk az idődet. Pál Timóteushoz beszélt, mint szolgálóhoz. Azt mondta, ha emberek nem készek a változásra, hagyd magukra őket. Mennyi időt vesztegetnek el a mai kereszténységben olyan emberek gondozására, akik soha nem változnak? Van egy barátom, aki Ausztráliában szolgált, már nyugdíjba ment. Nagyon sikeresen szolgált egy nagy gyülekezetben. És sok fiatal pásztor dolgozott alatta. Egy napon azt mondta nekik, azt akarom, hogy minden pszichológiai és lelkigondozói könyveteket dobjátok el. És mostantól csak a Bibliából fogjuk gondozni az embereket. Azután hozzáment egy pár, akiket több éven át gondozott házassági problémákkal. Azt mondta nekik, mostantól fogva nem gondozlak titeket, mert nem engedelmeskedtek Isten igéjének. Azt mondta a férjnek, a Biblia azt mondja, hogy szeresd a feleségedet, te nem szereted a feleségedet. Azt mondta a feleségnek, a Biblia azt mondja, hogy engedelmeskedj a férjednek, te nem engedelmeskedsz a férjednek. Úgyhogy azt mondta, nem foglalkozom veletek többé. Amíg nem engedelmeskedtek Isten igéjének, nincs több időm rátok. Jó sok időt megtakarított magának. Én órákat töltöttem lelki gondozással a múltban. Sok embert gondoztam, akik meg akartak szabadulni démonoktól. De megtanultam mondani valamit. Ha túl sok teológiai problémájuk volt, és túl sok kérdésük, azt mondtam nekik, a szabadulás az elkeseredetteknek van. Te nem vagy elkeseredett, gyere vissza, amikor az vagy. Hiszem, hogy mindez része annak, amit Pál mondott Timóteusnak. Hagyd békén őket. Ne vesztegesd az idődet emberekre, akik nem akarnak megváltozni. Ha valaki kész a változásra, Isten a végtelenségig elmegy, hogy segítsen neki. De ha úgy akarnak maradni, ahogy vannak, Isten magukra hagyja őket. Tovább kell mennünk. Ha megnézed a fejezet többi részét, azt látod, hogy a titkos, aláaknázó erő az okkultizmus. Gyorsan megnézzük a 8. verset. Ahogy Jannes és Jambres ellenálltak Mózesnek, úgy ezek is ellene állnak az igazságnak. Jannes és Jambres volt a két varázsló, akik Mózes és Áron ellen küzdöttek. Ez az első boszorkánytanya, amelyet a Biblia megemlít. Egyiptom varázslói a 2. Mózes 4. részében. De az emberi természet romlottsága mögött ott van a titokzatos, félrevezető, megrontó hatás, az okkultizmus. És ez az erő az, ami sietteti a romlást. Azután a 13. versben Pál azt mondja, a gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltéveítvén és eltévejedvén. Ahol a fordítás az ámító szót használja, hadd mondjam el, hogy 10 éves korom óta tanultam görögül, a görög szó igézőt jelent. Gonosz emberek és igézők növekednek a rosszaságban. Más szavakkal, az igézés az okkult gyakorlat egyik fő formája. Ez is okkultizmus. Eljutottam oda a szemléletemben, hogyha valahol olyan problémák vannak, amiket nem tudnak megoldani, akár gyülekezetben, egy életben, vagy egy családban, valahol mögötte ott van az okkultizmus.
és nem tudod megoldani ezeket a problémákat, amíg el nem jutsz ehhez a gyökérhez. Most elértünk a megoldáshoz, és ezzel fejezem be ma délutára. A 2 Timóteus 3.16-ban a teljes írás Istentől ihletett. Tudsz áment mondani erre? Nem egyes igék, hanem a teljes írás. Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Egy nagyon jól ismert szolgáló ebben az országban, ha említeném a nevét, mindnyájan felismernétek, a Szent Szellem ajándékai ellen érvelt. És azt mondta, az apostolok cselekedetei nem tanításra lett adva. De a Biblia azt mondja, hogy a teljes írás hasznos a tanításra, az igazságban való nevelésre. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Csak egy dolog van, ami alaposan fel tud készíteni téged, a Szentírás. Azután eljutunk a 4. részhez, és az eredeti szövegben nem volt részekre osztás. Kérlek azért az Isten és Jézus Krisztus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő királyságában. Figyeld meg, hogy az üdvözítő a bíró is. Ő meg fogja ítélni az élőket és a holtakat. Hirdesd az igét. Mi a válasz? Az ige. Úgy van. Nincs más hely a biztonsághoz, nincs más hely az erőhöz, nincs más hely az igazi gyümölcsözéshez. Csak Isten igéjében. Segítsen nekünk Isten, hogy hűségesek legyünk az ő igéjéhez. Tudtok áment mondani? Jó, ha itt lesztek a következő összejövetelen Isten segítségével, avval foglalkozom, hogyan nézzünk szembe a helyzettel, amit leírtam. Drága mennyei Atyánk, áld meg az ételünket Jézus nevében, és a kezeket, amelyek elkészítették. Mutass irgalmat és kegyelmet Izraelnek ebben az időben. Küldj ébredést az Egyesült Államokba, Nagy-Britanniába és az angolul beszélő világba. Amen. Figyelmeztetnem kell titeket, hogy amikor áment mondunk, még nem fejeztük be. Elevenítsd meg a mi halandó testünket a te Szent Szellemeddel, és segíts nekünk, hogy bölcsen együnk. És ezután elmondjuk a megvallásunkat. Ezt most fogjuk megtenni. Ez része az összejövetelnek. Az ige, amit ma este kihirdetünk, a Jakab első része, 2., 3. és 4. verse. De amikor megvallást teszünk, amikor az ige azt mondja, hogy te ezt tedd, mi azt mondjuk, hogy mi tesszük, értitek? Személyessé tesszük, ahhoz igazítjuk magunkat, amit az ige mond. Teljes örömnek tartjuk, mikor különféle kísértésekbe esünk. Tudván, hogy a mi hitünk megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyünk minden fogyatkozás nélkül. Amen. Hányan akartok tökéletesek és épek lenni minden fogyatkozás nélkül? A kulcs a kitartás. Jó. Most visszatérünk a témára, amivel délután kezdtünk foglalkozni, minden dolog megrendülésével, amit Isten megjövendőlt a profétái által. Nem megyek végig az anyagon, amit megnéztünk, csak kiemelem, hogy Isten azt mondta, mindent megrendítek, megrendítem a mennyet, megrendítem a földet, megrendítem a szárazföldet, megrendítem a tengert, megrendítek minden nemzetet. Megrendítek mindent, amit meg lehet rendíteni. Azzal a célra, hogy mi, akik rendíthetetlen királyságot kaptunk, mint egy ki legyünk szűrve az emberiségből. Ma este a gyakorlati válasszal szeretnék foglalkozni. Hogyan feleljünk, ha igazán hisszük, hogy Isten meg fogja tenni azt, amit olyan világosan mond, hogy meg fogja tenni? Mit fogunk tenni vele? Nem teszünk semmit, vagy kikeressük a Bibliából, mi a cselekvés értelmes és igei módja. Először
amit délután mondtam, abból nyilvánvaló, hogy ha rendíthetetlenek akarunk maradni, akkor építenünk kell egy alapot Jézus beszédére. Hallani az ő szavát és megcselekedni. Úgyhogy mindaz, amit most mondani fogok, ebből következik. Más szavakkal, milyen módokon halljuk és alkalmazzuk a Szentírás tanítását. Szeretném két verssel kezdeni a 2. Péter 3. részéből. A rész ezzel az időszakkal foglalkozik, a megrendülés időszakával. Mivel azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek, szent életben és kegyességben, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Itt megállunk. Péter nagyon értelmes kérdést tesz fel, és a megfelelő kérdést teszi fel. A kérdés elsősorban nem az, hogy mit csináljunk, hanem milyen fajta embereknek kell lennünk. Amilyenek vagyunk, fontosabb, mint hogy mit teszünk. És nagyon egyszerű, körvonalazott választ ad, amelyben három elem van. Először is azt mondja, hogy szent életben és kegyességben. Másodszor azt mondja, hogy várjátok, és harmadszor siettetitek Isten napjának eljövetelét. Tehát három dologról beszél. Szent életvitel és kegyesség, várjuk Isten napjának eljövetelét, és sietetjük Isten napjának eljövetelét. Ez kell legyen az alapvető válaszom. Szentség, várjuk Isten napjának eljövetelét, és sietetjük Isten napjának eljövetelét. És röviden ezekkel fogok foglalkozni. Először a szentséggel kapcsolatban csak egy igéhez lapozok, ami a 2. Korintus 6. rész, a 17. verstől kezdve, és folytatódik a 7. rész első verséig. Emlékeznünk kell arra, hogy a részreosztás nem volt benne az eredeti szövegben. Azt sok-sok évszázaddal később tették bele fordítók, és néha elhomályosítják az értelmét. Úgyhogy most a 2. Korintus 6.17-tel kezdjük. Legtöbbje idézett az Ószövetségből. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr. És tisztátalant ne illessetek. És én magamhoz fogadlak titeket, és atyátok leszek nektek, és ti fiaimmá és leányaimmá lesztek, azt mondja a mindenható Úr. Mivel azért ilyen ígéreteink vannak, szereteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és szellemi tisztátalanságtól, Isten félelmében vívén véghez, ami megszentelésünket. Tehát Isten ígéretet tesz, hogy atyánk lesz minnyájunknak, akik betöltjük az ő feltételeit. De emlékezzünk arra, hogy vannak feltételek. Az első ez, gyertek ki közülük. Ezek a hitetlenek, nem a többi keresztény, hanem a hitetlenek. És szakadjatok el. Legyünk félretéve Istennek. Ne illessetek tisztátalant, és én magamhoz fogadlak titeket. Sokféle módon érinthetünk tisztátalant. De egy nagyon gyakori mód, ami majdnem minnyájunknak probléma, az az értelmünk hozzáállása, amit beengedünk az elménkbe. És az is, amiket nézünk. Különösen azt kell mondanom, hogy az én mércém szerint sok televíziós program tisztátalan. És ha szándékosan kitesszük magunkat nekik, akkor tisztátalant illetünk. Ha nem tehetünk róla, az más kérdés. Egyáltalán nem mondom, hogy soha nem megyünk moziba, de Ruth és én nagyon ritkán mehetünk moziba, mert tisztátalanok. Volt egy film évekkel ezelőtt, ami valóban kiváló volt. A címe Frisco Kid volt, nem gondolom, hogy legtöbben emlékeztek rá. Néhányan, igen? Jó. Tényleg nagyon vicces volt.
Nagyon jó volt. Egy fiatal zsidó ember életéről szólt, aki rabbi akart lenni, és el kellett mennie Los Angelesbe, Lengyelországból. Nagyon pontosan bemutatta a zsidó emberek gondolkodását, a történet kiváló volt, és a színészek is kiemelkedően játszottak. De a közepén, teljesen fölöslegesen, teljesen mocskosan beszéltek. Semmi köze nem volt a cselekményhez. Ruth és én azt mondtuk, ezt szeretnénk megnézni még egyszer. És úgy esett, hogy Floridában láttuk, a gyülekezet 80%-a, a közönsége, nem a gyülekezeté. Bizonyos módon olyan volt, mint egy gyülekezet. Legalább 80%-uk zsidó volt, mert zsidók által sűrűn lakott területen éltünk. De végül azt mondtuk egymásnak, nem érzem szabadnak magam, hogy kitegyem a bennem lévő Szent Szellemet annak a beszédnek, ami abból a filmből jön. Ez egy személyes döntés. De példa arra, mit jelenthet a tisztátalan érintése. Nem kell. Ne tedd ki magad olyan dolgoknak, amik beszennyeznek téged, az elmédet, ha nem kell. Én a brit hadseregben tértem meg, és még 4,5 évet töltöttem a seregben. És nem tudod kikerülni, hogy tisztátalan dolgoknak légy kitéve a seregben. A brit katonák képtelenek úgy beszélni, hogy nem káromkodnak és szitkozódnak, ha csak nincsenek megtérve. Úgyhogy azt hallottam napról napra 4,5 évig, de nem tettem ki magam annak. Csak nem tudtam elkerülni. De Isten kegyelme által soha nem tettem ki magam szándékosan olyannak, ami beszennyezett engem. Prédikátorként különösen óvatos vagyok, mert tudom, hogy ha valamit beengedek az elmémbe, az előbb vagy utóbb ki fog jönni a számon, amikor prédikálok. Őrzöm az elmémet. Ruth a tanúm, hogy semmit nem veszek szándékosan az elmémbe, ami megronthatná Isten igéjét, amit Isten nekem adott, hogy hirdessem. És azt javaslom, hogy minnyáján fontoljuk meg. Nem kell pontosan ugyanezt a hozzáállást fölvenned, amit én, de fel kell tenned magadnak a kérdést. Érintek-e tisztátalant? Kiteszem-e magamat fölöslegesen olyan dolgoknak, amik tisztátalanná teszik a szellememet? Jézus azt mondta, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. És a példabeszédek könyve azt mondja, őrizd meg a szívedet teljes szorgalommal, mert abból származik az élet. Minden, ami az életben van, a szívedből származik. Ha tiszta a szíved, akkor tiszta lesz az életed. És ha a szíved tisztátalan, az életed is tisztátalan lesz. Ez egy változhatatlan törvény, ami minden emberi viselkedést kormányoz. És emlékezz, amit a szívedbe teszel, meghatározza az életed folyását. Nem élhetsz jól, ha közben a rossz dolog van a szívedben. És nem élhetsz rosszul, ha a jó dolog van a szívedben. Tehát ami a szívedben van, meghatározza az életed folyását. Amikor Afrikában voltam tanár, Kenyában, érdeklődni kezdtem a különböző afrikai nyelvjárosok iránt, köztük a Luragoli iránt, amit a maragoli emberek beszélnek. És egy főiskola igazgatója voltam, ahol afrikai tanárokat képeztünk. És nem tudom miért, de bementem a diákok lakóépületébe, és Luragoli nyelven láttam a példabeszédek 4-23-at, az ő nyelvükön. És ezt mondta, mert az ő nyelvük egy kicsit egyszerűbb. Őrizd a szívedet teljes erőddel, mert minden, ami az életben van, abból jön ki. És ezt soha nem felejtettem el. Minden, ami az életben van, a szívedből jön ki. Ha jó életet akarsz, legyen jó szíved. Legyen tiszta szíved. Legyen tiszta a szíved. És ha beszennyezed magad, végül te fogsz leginkább szenvedni. A Bibliának való engedelmesség nem igazán nagy jámborságot jelent, hanem józan észt.
mert az működik. Azután Isten azt mondja, atyátok leszek nektek, és ti fiaimmá és leányaimmá lesztek, azt mondja a mindenható Úr. Isten nem ajánlja fel feltétel nélkül, hogy atya lesz bárkinek, aki akarja. Azt mondja, atyád leszek, ha teljesíted a feltételeket. Azután Pál hozzáteszi, hogy azért. A hetedik rész elején talán néhányan hallottátok, hogy ha találsz egy azértot a Bibliában, meg kell kérdezned, hogy miért van ott. És ez az azért az előző két vers miatt van ott. Mivel azért ilyen ígéreteink vannak, szereteim, tisztítsuk meg magunkat. Egyes dolgokat Isten megtesz értünk, másokat nekünk kell megtennünk magunkért. A szentségnek sok oldala van, amit csak Isten tud megtenni. De itt van valami, ami a mi felelősségünk megtenni. Tisztítsuk meg magunkat. Minden testi és szellemi tisztátalanságtól. A testi tisztátalanságról azt hiszem legtöbbünknek elég tiszta képe van. Néhányat elmondunk. Szexuális erkölcstelenség, részegség, harag, káromkodás. De mi van a szellemi tisztátalansággal? Elmondok egy dolgot, amire gondolok. Mindenféle kapcsolat az okkultizmussal. Szellemi tisztátalanság. És sok-sok keresztény ma gyakran tudtán kívül részt vesz az okkultizmusban. Sok keresztény horoszkópokat olvas. Igaz ez? Lehet, hogy nem, akik itt vannak. De hadd mondjam el, ha Izraelben éltél volna a Mózes törvénye alatt, és horoszkópot olvastál volna, akkor kivégeztek volna. Így gondolkodik róla Isten. Nem sorolok fel most okult dolgokat, nem ez a célom. De felfedeztem a saját életemben, hogy egészen sokat kellett dolgoznom, hogy eltávolítsam az okkultizmust. Például Cambridge-ben a tanulmányaim fő témája, amiről az ösztöndíjas diszertációmat írtam, Plátó filozófiája volt. És sok-sok ember csodálja Plátót. Sok keresztény találsz, sőt, van a kereszténységnek egy formája, amit neoplatonizmusnak hívnak. Tisztítsuk meg magunkat minden testi és szellemi tisztátalanságtól, Isten félelmében vívén véghez a mi megszentelésünket. Tehát ennek a felelőssége a miénk. Egész este beszélhetnék arról, hogyan tegyük, de nem ez a témám. A témám az, hogy felelősek vagyunk azért, hogy megtegyük. Ezt nem Isten fogja megtenni, értünk. Erről ő azt mondja, hogy tegyük meg mi magunk. Azután visszamegyünk a 2 Péter 3. részéhez, és megnézzük a második feltételt. Várván Isten napjának eljövetelét. Szeretnék két igéhez lapozni. A zseltő Titusnál van, második rész, 11., 12. és 13. vers. Titus 2, 11, 12 és 13. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várván a ma boldog reménységet és a nagy Isten és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsősége megjelenését. Figyeljük meg, hogy Pál Jézust Istennek hívja, a nagy Isten és a mi üdvözítőnk, Jézus Krisztus. És a szent élet indítéka elsősorban az, hogy várjuk a mi Urunk eljövetelét. Azt hiszem, hogyha elemzed az Új Szövetség tanítását a szentségről, ezt fogod látni szinte minden esetben. Össze van kötve az Úr visszajövetelének a várásával. És én személyesen hiszem, hogy ahol a gyülekezet elveszíti az Úr visszatérésére való várakozás érzését, ott a szentség új szövetségi mértéke lehetetlen. Mert hiszem, hogy ez a motiváció kulcsa. És hasonlóképpen az 1. János 3. része,
Első, második és harmadik vers. 1 János 3, 1, 2 és 3. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy amikor nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, ahogy van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Mondhatod, hogy hiszel az Úr visszatérésének tanításában, de én szeretném látni a bizonyítékot az életedben. Mert azt mondja, hogy mindenki, akiben megvan ez a remény, az ő eljövetelének a reménye, megtisztítja magát, mint ahogy ő is tiszta. Megint az ige ránk helyezi a felelősséget. Vannak módok arra, ahogyan Isten megtisztít minket, és vannak módok arra, ahogyan nekünk kell megtisztítanunk magunkat. És Istennek csak egy mértéke van a tisztaságra. Jézus. Ahogy ő is tiszta. Azután megint visszamegyünk a 2. Péterhez. A harmadik rész 12. verse. Ezt mondja, várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. A régi felhatalmazott fordítások azt mondták, hogy sietek hozzá, de ez nem pontos fordítás. A helyes fordítás az, hogy amit a modern szövegek használnak, siettetitek Isten napjának eljövetelét. Nem elég csak várni rá, siettetnünk kell. Hogyan tudjuk siettetni? A Biblia nagyon világosan elmondja nekünk. Lapozza Máté 24-hez, ha követed az igéket. A rész elején a tanítványok megkérdezik Jézust, mi lesz a jele a te eljövetelednek a kor végén? És Jézus a válaszában felsorol jó néhány jelet. Földrengés, járványok, törvénytelenség, és így tovább. De nem válaszol a kérdésre a 13. versig. És mi lesz az a jele a te eljöveteletnek. És a Máté 24.13-ban konkrét választ ad. A királyságnak ez az evangéliuma hirdetedik az egész világon. Bizonyságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég. Mikor jön el a vég? Amikor a királyság evangéliumát hirdették az egész világon, bizonyságul minden nemzetnek. Ki a felelős a királyság evangéliumának hirdetéséért? Nem hallottam? Úgy van. Tehát hogyan siettethetjük az ő eljövetelét, úgy, hogy hirdetjük a királyság evangéliumát? Másfelől viszont, ha nem tesszük, akkor nem siettetjük, hanem késleltetjük az ő eljövetelét. És ha megnézed mind a gyötrelmet és szenvedést a világon ma, ha felelősek vagyunk azért, hogy ez tovább tart a szükségesnél, ez szörnyű felelősség. De rajtunk keresztényeken nyugszik. Ha mi nem tesszük meg, amit tudunk, hogy siettessük annak a napnak az eljövetelét. És még egy további válasz a Jelenések 19-ben. 7. és 8. vers. Ez dicsőítés, ami a mennyben történik. Jelenések 19, 7. és 8. vers. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Tehát a házasság nem jöhet létre, amíg a felesége, a menyasszony nem készítette el magát. Tehát a gyülekezet állapota befolyásolja az Úr visszajövetelét. Az Úr nem jöhet el a menyasszonyáért, amíg az nem készítette el magát. Én sok különféle kultúrában és nemzetben éltem, de soha nem éltem olyan kultúrában és nemzetben, ahol a menyasszony nem fáradozott volna azért, hogy felkészítse magát a menyegzője napjára. Ez egyetemes. Akármilyen a bőrszíned, vagy a nyelved. Ugyanez igaz a gyülekezettel is. A gyülekezetnek fel kell készítenie magát.
Azután a következő versben a mennyegzői ruháról beszél. 8. vers. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igaz cselekedetei. Figyeld meg a szót. Gyolcsot kell viselnünk. Tiszta, fehér, ragyogó gyolcsot. És a ragyogó gyolcs a szentek igaz cselekedetei. Ha mi őszintén hiszünk Jézusban, és odaszánjuk neki az életünket, akkor az ő igazságát nekünk tulajdonítja. És az ige azt mondja, hogy megigazultunk, igaznak tekintenek minket. De az ige itt nem erről beszél. A szentek igaz cselekedeteiről beszél. Át kell ültetnünk a nekünk tulajdonított igazságot megvalósított igazsággá. És ez az anyag, amiből a mennyegzői ruhánk készül. A szentek igaz cselekedetei. Néha megengedtem magamnak, hogy ezt mondjam. Megfigyelésem szerint a mai gyülekezetnek éppen csak annyi anyaga van, hogy egy bikinit készítsem. De az nem alkalmas egy mennyegzőre. Úgyhogy a másik mód, ahogyan sietethetjük az Úr eljövetelét, az, hogy igaz cselekedeteket hajtunk végre. Elég anyagot gyűjtve magunknak, hogy olyan mennyegzői ruhát készítsünk, amilyet viselnünk kell. Ezt alapként lerakva, szeretnék beszélni négy gyakorlati módról, ahogy kifejezhetjük az engedelmességünket Isten igéjének. Az első, igazodj Isten céljaihoz, vagy céljához, inkább céljához. Istennek van egy célja, amit tisztán kinyilatkoztat az Új Szövetség elején. Isten soha nem változtatta meg a célját. Ő kitartóan dolgozik, hogy elérje. Egy nagyon ismert versben jelenti ki, amit úgy hívunk, hogy az Úr imája. Máté 6, 9 és 10. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Ez a megközelítés. Ez nem ima, ez megközelítés. És az első konkrét ima ez. Jöjjön el a te királyságod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mi Isten elsődleges célja? Hogy eljöjjön az ő királysága. És csak akkor igazodhatunk Istenhez és a céljához, ha igazodunk az Isten királyságának eljöveteléhez. Ha minden, amit teszünk, végső soron az Isten királyságának eljövetelére irányul. És ugyanabban a részben, Máténál a 33. versben azt mondja, keresétek először az Isten királyságát és az ő igazságát. És minden más megadatik nektek. És amikor Isten azt mondja, hogy először, ő úgy is gondolja, hogy először. Nem második vagy harmadik. Más szavakkal, a fő gondunk az életben. Isten királyságának eljövetele kell legyen. Én elég naív vagyok, hogy elhiggyem, hogy nincs más megoldás az emberiség bajaira. Minden nap szembesülünk a médiából, az emberiség gyötrelmeivel és zavarával. Személyesen úgy gondolom, hogy naívak azok az emberek, akik elhiszik, hogy az ember önmaga meg tudja oldani a problémáját. Engem némileg megdöbbentett, amikor Bush elnök az öbölháborúval kapcsolatban azt mondta, hogy az igazság új rendje kezdődött el. Ezt igen naív kijelentésnek tekintem egy nagy nemzet vezetője részéről. És szeretném elmondani, hogy nem hiszek az ő új világrendjében. Engem nem hat meg. De az ember évszázadokon át elhitte azt,
hogy meg tudja oldani a saját problémáit. Békét és igazságot tud hozni a világra. És azt mondanám, hogy ma valószínűleg távolabb vagyunk tőle, mint bármikor voltunk az emberi történelem során. Úgyhogy nem szégyellem azt mondani, hogy szerintem az egyetlen végső, reális megoldás az emberi faj számára az Isten királyságának megalapítása a Földön. A kijelölt uralkodójával, Jézus Krisztussal. Nem érzem magam intellektuálisan alacsonyabb rendűnek, mert ezt hiszem. Nem hiszem, hogy ez csak egy jámborbabona. Hiszem, hogy ez a világ mai helyzetének és az ember természetének reális értékelése. Úgyhogy én el vagyok kötelezve az Isten királyságának eljövetele iránt. És amennyiben rajtam áll, sok gyengeséggel és esendőséggel az életem erre irányul. Én történetesen prédikátor vagyok, van egy tanító szolgálatom. Isten kegyelme által a tanításaim most gyakorlatilag minden nemzetet elérnek a Földön, különböző formákban. Rádión, videón, audiokazettákon és nyomtatásban. Ez a gyakorlati kifejezése az én életemben, az én elkötelezettségemnek, az Isten királyságának eljövetele iránt. Te nem arra vagy elhívva, amire én, de el vagy hívva, hogy tegyél valamit. És mindenek előtt rendbe kell hoznod az értékrendedet. Nem keresed az Isten királyságát, amikor megfelel neked, vagy amikor minden egyebet elvégeztél, amit akartál. Keresd először. És amikor Isten azt mondja először, ő úgy érti, először. Ahogy készültem erre az üzenetre, volt egy eleven kép az elmémben, Jónás prófétáról. Szeretnék odalapozni egy pillanatra. Ismeritek Jónás történetét, legtöbben. Isten azt mondta, menj el Ninivébe, és prédikáld, amit mondok neked. Ninive keletre volt, Jónás pedig az ellenkező irányba ment, nyugatra. Azt hiszem, azért nem akart Ninivének prédikálni, mert félt, hogy az emberek megtérnek. Mert Ninive volt az ő népének, Izraelnek az első számú politikai ellensége. Úgyhogy nem akart semmi olyat tenni, amivel támogatná őket. Ez az én egyéni véleményem. És érdekes, hogy amikor Isten végre elérte, amit akart Jónással, a történelemben feljegyzett legnagyobb megtérés történt általa. Egy egész város hitt, legalább 600 ezer ember megtért. De mielőtt ez történt, Jónásnak meg kellett tanulnia egy leckét. Ez nagyon érdekes. Ő Galilea hegyei közt lakott, és amikor hátat fordított Istennek, minden lépés, amit megtett, lefelé történt. A hegyekről lement a síkságra, a síkságról a kikötőbe, a kikötőből a hajóra. És nem ez volt a vége. A hajóról a tengerbe. És ez figyelmeztetés minnyájunk számára. Ha hátat fordítasz Istennek, minden lépés, amit teszel, lefelé fog vinni. Isten benne volt Jónás esetében, és amikor a hajó útra kelt, azt mondja, hogy Isten vihart kavart a tengerem. És minden pogány elkezdett kiáltani Istenhez. Segítséget kértek. Hol volt Jónás? Az egyetlen, aki ismerte az igaz Istent, az egyetlen, akinél megvolt a válasz. Hadd olvassam el. 5. vers. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga Istenéhez kiáltott. És a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt, mély álomba merülve. Tudod, mitől aludt? A rossz lelkiismerettől. Nem tudott szembenézni az élettel. Találkoztam emberekkel, akik alvásba menekülnek.
Ismertem egy hölgyet, amikor valami elromlott, 16 órát aludt. Ő így menekült az élettől. A kapitány, aki hitetlen volt, oda ment hozzá, és így szólt hozzá. Mi lehet, te nagy alvó? Kelj fel, kiálts a te Istenedhez. Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Tudod, sok Jónás van ma a világban. Elhívások van Istentől. Nagyon is jól tudják, mit akar Isten, hogy megtegyenek. De nem volt a kedvükre. Úgyhogy hátat fordítottak Istennek. És most, ahogy a világ hánykolódik a viharban, hol vannak? Lent a hajó alján. Mélyen alszanak. Ez tragikus helyzet. Van néhány Jónásunk itt ma este. Tudod, hogy Isten elhívott téged. És szándékosan hátat fordítottál Istennek. És ki tudja, hogyan jutottál ide ma este. De lehetőséget fogok adni neked később az alkalmon, hogy változtass. Átgondolhatod. Gondolj bele! Az egyetlen ember, aki ismerte az igaz Istent. Az egyetlen, akinél megvolt a válasz. A pogányok körülötte mind buzgón imádkoztak. Ő pedig lent volt a hajó oldalában. Mélyen aludt. Micsoda eleven kép. Keresztények sokaságáról ma. Lent a hajóban. Alszanak. Mert nem akarnak szembenézni a valósággal. Jó. Ez az első javaslatom. Hangolódj rá Isten első számú céljára, ami az ő királyságának az eljövetele. Ő soha nem fárad el, soha nem változik. Ez az ő célja. Második, fejleszd ki az álhatatosságot. Visszalapozunk a Máté 24-hez. A vers, amit idéztem, a 14. vers volt. A királyságnak ez az evangéliuma hirdetetik az egész világon, bizonyságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég. De az előtte lévő vers azt mondja, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És Jézus a problémákról, bajokról és nyomorúságokról beszélt, amik a nemzetekre következnek. És azután azt mondja, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Ez az angol fordítás, de a görög konkrétabb. Azt mondja, aki mindvégig kitartott, az üdvözül. Sőt, még ennél is konkrétabb, Jézus azt mondja, hogy az, aki mindvégig kitartott, ez az, aki üdvözülni fog. Az angol fordítás nem hozza ki elég elevenen. Ki fog üdvözülni? Az, aki kitartott mindvégig. Úgyhogy most van üdvösséged. De hogy üdvözült is maradj, ki kell tartanod. Lukács 21, ami egy párhuzamos igehely. Jézus beszél itt is. Ezt mondja, a 17-től kezdődő versben, Lukács 21:17-től. És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Ez nyilvánvalóan a keresztényekre vonatkozik, akiket gyűlölnek Jézus nevéért. Ez is olyan ígéret, amit az emberek nem tesznek be az ígéret dobozukba. A következő ígéretet talán igen. De fejeteknek egy hajszála sem vész el. Ez a feltámadásra utal. Mert sok keresztény van, akik mártírok lettek, akiknek a testét teljesen megsemmisítették. De a feltámadáskor, ha oda jutsz, minden haj meg lesz a fejeden. Egy szál sem fog hiányozni. Ezt Jézus garantálja. Azután azt mondja, a ti béketűrésedek által nyeritek meg lelketeket. Az angol azt mondja, hogy birtokoljátok a lelketeket. Elmondom nektek az én verziómat, a Prince verziót. A kitartásotokkal megveszitek a lelketeket.
ellenőrizheted, ha akarod. De megnéztem a szavakat. Én így értem. Más szavakkal, mi az ár, amit fizetened kell a lelked üdvösségéért? Egy szóval. Kitartás, úgy van. Látjátok, vannak dolgok, amiket meg kell vennünk, de nem pénzzel, van más valuta, amivel veszünk dolgokat. Az Ésaiás 55 első versében ezt mondja, gyertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen bort és tejet. Meg kell venned őket, de nem pénzért. A bölcs és a bolond szüzek példázatában, a bolondok, akik nem hoztak elég olajat, a bölcsek azt mondták nekik, menjetek és vegyetek olajat. De miközben vettek, megjött a vőlegény, és ők kinmaradtak. Az olajat mindig úgy értjük, hogy az a Szent Szellem. Nem lehet megvenni a Szent Szellemet pénzzel, de meg kell venned a Szent Szellemet. Imával. Isten keresésével. Az igében töltött idővel. Különben, amikor kifagy a lámpád, semmit nincs, amivel újra töltsd. És azután a Jelenések 3-ban a Laodíciabeli gyülekezetnek szólva Jézus azt mondja, azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat és fehér ruhákat. Ezt nem pénzért veszik, de veszik. És ahogy én értem, itt Lukácsnál Jézus azt mondja, meg kell vásárolnod a lelked üdvösségét a kitartásoddal. Ha nem tartasz ki, elveszel. Azután ott volt az ige, amit Ruth-tal kihirdettünk. Teljes örömnek tartjuk, amikor különféle kísértésekbe esünk. El tudod mondani ezt? Tudom, hogy el tudod mondani a szavakat. De igaz-e? Mi azért hirdetjük ki ezeket a szavakat, mert Isten meggyőzött minket, megítélt minket, hogy ez velünk nem így volt. Amikor különféle bizonyos kísértésekbe estünk, nem tudom, hogy panaszkodtunk-e, de biztos, hogy nem tartottuk teljes örömnek. Úgyhogy meg kellett vallanunk ezt, mint bűnt. És megpróbáljuk jobban csinálni. Jakab azt mondja, teljes örömnek tartsátok, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a hitetek megpróbáltatása kitartást szerez. Megfigyeltem az Új Szövetségben, hogy minden próba, amin a keresztény átmegy, végső soron a hit próbája. Sok formát ölthet. De ami próbára van téve, az a hited. És azután Jakab azt mondja, a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen. Ne állj meg túl hamar. Ne kezd el a kitartást, azután add fel. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Már kérdeztem korábban, hányan akarunk tökéletesek és épek lenni minden fogyatkozás nélkül? Mi a feltétel? Kitartás. Úgy van. Nem lehet kikerülni. És tudod, csak egy mód van a kitartás megtanulására. Tudod, mi az? Ki kell tartani. Úgy van. Az egyik szó, amit a régi King James verzió használ, a hosszú tűrés, vagy hosszú szenvedés. És tudod, hogy kell megtanulni a hosszú szenvedést? Úgy, hogy hosszan szenvedsz. Nincs más módja. Nevethetsz rajta, de pontosan így van. Ismerek egy szolgáló testvért, egy nőtestvér jött hozzá imáért. Azt mondta, testvér, imádkozz, hogy kijussak ebből a helyzetből. Ki nem állhatom a főnökömet, akinek dolgozom. Ő azt mondta, nem imádkozom érted, még nem szenvedtél elég hosszan. Szeretnék Jakab levelének a végére alapozni néhány pillanatra. Rá akarok mutatni, hogy a kitartás milyen szoros kapcsolatban van az Úr eljövetelére való felkészülésünkkel. Jakab 5. rész, olvassuk a 7-től 11-esig tartó verseket. Az itt használt szó főleg a türelem. Hadd adjak nektek egy kis angol leckét,
amiért nem számolok fel külön díjat. Három rokon értelmű angol szó van. Türelem, kitartás és álhatatosság. Rokon értelműek, de különböznek. Mindegyiknek megvan a helye a keresztény tapasztalatban. A türelem ugyanabból a latin tőből származik, amiből a passzív szó. A türelem lényegében az, hogy nem csinálunk semmit. Isten kimutatja a türelmét. Péter azt mondja, hogy várt az Isten türelme Noé napjaiban. Isten nem csinált semmit. 120 évig engedte, hogy az ember folytassa. Az emberek úgy gondolták, hogy Isten nem törődik velük. Ez nincs így. Ez Isten türelme volt. Gyakran Isten türelme gyakorol, nem csinál semmit. Azt mondod, hogy engedhette, amit Hitler megcsinált. Ez Isten türelme. Tehát a türelem bizonyos értelemben, jó értelemben az, hogy semmit nem csinálunk. Azután ott van a kitartás, ami azt jelenti, hogy csinálsz valamit, és kitartasz a cselekvésében. Tovább és tovább és tovább csinálod, nem hagyod abba. Azután ott van az álhatatosság, amivel főleg foglalkozunk. A görög szó azt jelenti, hogy alul maradni. Tehát ott vagy a nyomások alatt. És az álhatatosság az, hogy ott maradsz. Kitartasz velük szemben, de nem próbálsz elmenekülni tőlük. Tehát itt van a keresztény magatartás három eleme. Türelem, kitartás és álhatatosság. És mindnek része van az új eljövetelére való felkészülésünkben. Felolvasom ezt a néhány verset a Jakab 5. részéből. 7. vers. Legyetek azért, testvéreim, türelmesek az Úr eljöveteléig. Tudjátok, úgy találom, hogy az Úr legtöbb férfi szolgájának a türelmet a legnehezebb elérnie. Azt hiszem, a nők jobbak a türelemben, mint a férfiak. Ez nem jelenti azt, hogy jók. De én legalább 30 éve voltam keresztény, amíg rájöttem, hogy az én megkörnyékező bűnöm a türelmetlenség volt. Nem is voltam megítélve miatta. Amikor elkezdtem foglalkozni vele, drága Uram, rájöttem, milyen fogása volt rajtam. Jó, folytatjuk. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben, a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Elég sok emberbe botlom ma, akik azt akarják állítani, hogy ők próféták. De nem vagyok biztos benne, hogy követik az igei mintát. Mert nincs semmi nagyon csillogó abban, ha valaki próféta. A Biblia szerint. Az fájdalmas. Elkülönülést jelent. Üldöztetést. Egyszer Afrikában prédikáltam, Gánában, a szolgálatokról, a test szolgálatairól, apostolok, proféták, evangélisták. Volt egy, azt hiszem, 300 fős hallgatóságom. Legtöbben fiatal férfiak, csodálatos volt. Miután elég sokáig foglalkoztam az apostoli szolgálattal, megkérdeztem, hányan szeretnétek apostolok lenni? Van itt valakinek új nemzetközi fordítása? Valakinek, aki közel van. Visszaadom, megígérem. Nagyon köszönöm. Tehát, sokan feltették a kezüket. Azt mondtam, várjatok egy pillanatig. Hadd olvassam fel a munkaköri leírást, mielőtt jelentkeztek. És az 1 Korintus 4. részéhez lapoztam, ami nagyon eleven az új nemzetközi verzióban. Ezt mondja. Azt hiszem, nagyon szól ma a karizmatikus emberekhez. Korábban karizmatikus mozgalomnak hívták.
De én nem hívom úgy, mert nem hiszem, hogy mozog még. Mozgott, de elakadt valahol. Jó. 1 Korintus 4. rész a 8. verssel kezdve. Immár beteltetek, ezt mondja a korintusi keresztényeknek. Immár meggazdagodtatok. Megvolt náluk a teljes evangélium. Hallottátok a teljes evangélium üzletemberek új változatát? A teljesen üzleti evangéliumi emberek. Szeretem azokat a testvéreket. Sokszor beszéltem nekik. Királyokká lettetek, nélkülünk. Bárcsak tényleg királyokká lettetek volna, hogy mi is királyok lehessünk veletek. Mert úgy tűnik nekem, hogy Isten minket, apostolokat, a menet végére helyezett, látványossággul, mint embereket, akiket arra ítéltek, hogy meghalljanak az arénában. Az egész világegyetem látványossága lettünk, angyaloké és emberéké is. Mi bolondok vagyunk Krisztusért, de ti olyan bölcsek vagytok Krisztusban. Mi gyengék vagyunk, de ti erősek vagytok. Titeket tisztelnek, minket nem tisztelnek. Eddig az óráig éhezünk és szomjazunk. Rongyokban járunk, bántalmaznak minket, hajléktalanok vagyunk, a saját kezeinkkel dolgozunk. Amikor átkoznak minket, mi áldunk. Amikor üldöznek minket, mi álhatatosak vagyunk. Amikor rágalmaznak minket, kedvesen válaszolunk. Eddig a pillanatig a föld söpredéke vagyunk. A világ hulladéka. Ez a proféta új szövetségi leírása, apostoli. Ha szeretnék leírást arról, milyen profétának lenni, azt hiszem megtalálod a zsidókhoz írt levélben. Zsidók 11. része. Az utolsó két vers. Ez a profétai szolgálat. Megkövesztettek, szétfűrészeltettek, ez Ézsaiás volt. Kardra hányadtak, juhoknak és kecskéknek bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, akikre nem volt méltó a világ. Bújdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban. Hányan akartok proféták lenni? Mire van szükség? Nem hallottam. Álhatatosság, úgy van. Tovább megyünk. Visszamegyünk a Jakab 5.10. verséhez. Vegyetek példát testvéreim a profétákról a szenvedésben és a türelemben. Nem a ragyogás példái, hanem a szenvedésé. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jobb álhatatosságáról hallottatok, figyeld meg ezt a szót, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr, és könyörületes. Ha végigmész ezeken a verseken, azt látod, hogy a téma a türelem, kitartás, álhatatosság. Ez a minta Isten népének, akik készülnek az Úr visszajövetelére. Azt kell mondanom, hogy ezeket a szavakat úgy prédikáltam magamnak, mint mindenkinek itt. De gyakran rettegek, amikor azt hallom, azt a felelőtlenséget, amivel emberek ma a szolgálatokról és ajándékokról beszélnek. Nehéz, ha szolgálatod van a Krisztus testében. Minél több kárt okozol az ördögnek, annál inkább fog küzdeni ellened. Ha nem készültél fel az összeütközésre és küzdelemre, akkor vonulj vissza. Hallod ezt? Ez ámen. All
Jó, a következőhöz érünk. Ez a harmadik. Ez még rosszabb. Tudod, mi ez? A várakozás. A várakozás fontosságát szinte egyáltalán nem látják a mai gyülekezetben. Legalábbis azok az emberek, akikkel én érintkezem. De ez lényeges része az Úr visszatérésére való készülésünknek. Zsidók 9. rész, 28. vers. Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván, sokak bűneinek eltörlése véget, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Kiknek fog ő megjelenni? Azoknak, akik vágyakozva várják őt. Néhány fordítás nem teszi oda a vágyakozva szót, de a görögben kettős elöljáró van, és azt hiszem, hogy a vágyakozva pontosan kifejezi a valódi jelentését. Nem csak várnak rá, hanem vágyakozva várnak rá. Van egy barátom, néhányan ismeritek itt, nem említenem a nevét, aki prédikátor, együtt dolgoztunk a múltban, és eléggé színesen tudta kifejezni magát. És azt mondta, amikor az Úr visszatér, többet vár tőlünk, mint hogy azt mondjuk, jó, hogy megint itt vagy. Ha vágyakozva várunk rá, akkor többet fogunk mondani ennél. Azután az első tesszalonikai levélben van egy nagyon figyelemreméltó szakasz. Első rész, 9. és 10. vers, ami arról szól, milyen bizonyságot tettek a hitetlenek a tesszalonikaiakról. 1 Tesszalonika 1.9 és 10. Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok az ő fiát a mennyből, akit feltámasztott a halálból, Jézust, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Tehát ezek az emberek Istenhez fordultak Pál szolgálatának eredményeként, hogy két dolgot tegyenek. És nincs utalás arra, hogy egyik fontosabb, mint a másik. Hogy szolgálják az élő Istent, és hogy várják az ő fiát a mennyből. Látjátok, keresztényként el vagyunk hívva, hogy szolgáljunk. De arra is el vagyunk hívva, hogy várjunk. És beszéltem keresztény szolgálóknak és munkásoknak sok helyen. Néha ezt kérdezem. Mihez kell több hit? Hogy dolgozzunk, vagy hogy várjunk? És soha senki nem felelte azt, hogy több hit kell ahhoz, hogy dolgozzunk, mint hogy várjunk. A hit igazi próbája. A várakozás. És ennek a próbának mindnyájan ki leszünk téve. Mert arra vagyunk hívva, hogy elforduljunk a bálványoktól, hogy szolgáljuk Istent, hogy várjuk az ő fiát. Add vissza az új nemzetközi fordítást egy pillanatra. Sajnálom a te új nemzetközi fordításodat. Ez egy vers az Ésaiás 64-ből. 4. vers. Ez olyan eleven ebben, hogy szeretném idézni az új nemzetközi fordításból. Hatvannegyedik rész, 4. vers. Ez leírja az igaz Isten egyik egyedülálló tulajdonságát. Ezt mondja. Hiszen öröktől fogva nem hallottak, és fülükbe sem jutott. Szem nem látott más Istent rajtad kívül, aki így cselekszik azzal, aki őt várja. Mi az igaz Isten megkülönböztető jegye? Ő cselekszik azokkal, akik mit csinálnak? Várják őt. Köszönöm. Jól van.
Lapozza János 9. része 4. verséhez. Egy vers, amit Ken idézett nemrég, amikor együtt imádkoztunk. Nem tudom, hogy emlékszik-e. János 9, 4. vers. Jézus azt mondja, mi. Ez jobb fordítás, mint hogy én. Nekünk cselekednünk kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhat. Érted ezt? Jön a földre egy éjszaka, olyan sötétséggel, hogy vége lesz a munkának. És csak egy dolgot fogunk tenni. Mi az? Várunk, úgy van. De elégedetten fogunk várni, ha elvégeztük a munkánkat. De nagyon frusztráló lesz, ha leszáll az éj, és te azt mondod, de még meg kellett volna tennem ezt, meg kellett volna tennem azt, ott kéne lennem, mert akkor már késő lesz. Az éjszaka közeledik, amikor senki sem cselekedhet. Az egyetlen, amit tehetünk, hogy várunk, és nem tudjuk meddig. Kell várnunk. Tudjátok, mit láttam meg Isten próbáiról? Szinte soha nem mondja azt, ez egy próba, és ha 6 hónapig kitartasz, akkor vége lesz. És néhányan eljutunk 5 hónap 29 napig, és feladjuk. Nem tudtuk, hogy már csak egy napunk volt hátra. Soha ne add fel. Nincs utalás a Bibliában a feladásra. Isten határozza meg, meddig fog tartani a próba, nem mi. Látod, a várakozás olyan próba, aminek Isten szinte minden szolgáját aláveti, akit használni akar. Csak egy kis listát mutatok. Ábrahám. Lesz egy fiad, aki egy nemzet feje lesz, amely egyedülálló lesz a Földön. Mennyit kellett várnia? 25 évet. Közben kedves felesége Sára megpróbált segíteni neki, és összebonyolította a dolgokat. Érdekes. Azt mondta, hallgass rám, tedd, amit mondok. Először is, legyen egy gyermeket Hágártól. Később meg azt mondta, küld el a gyermeket. Ez a test tanácsa. Következetlen. Azt mondja, hogy csinálj egy dolgot, és később visszavonja. De Ábrahám úgy lett az az ember, aki lett, hogy várt. Végig kellett néznie, ahogy a feleség túljut a gyermekszülés korán, és még mindig várt. Csodálkozom azon, hogy Ábrahámot olyan nagyra értékeli a Biblia. Mit tett ő? Lényegében ő sikeres állattenyésztő volt. És vándorolt a földközi tenger keleti partjáig, gondozta a nyájait és a csordáit. Semmi nagyon drámait nem tett, amíg el nem jött az idő, hogy feláldozza a fiát, Izsákot. Gyakran megkérdeztem magamban, mi volt az Ábrahámban, amitől Isten olyan nagyra értékelte, hogy Isten barátjának nevezték. És nem vagyok biztos benne, hogy igazán tudom a választ. De azt hiszem, az egyik mód, ahogyan elnyerte Isten tetszését, a várakozás volt. Néhányan elveszítitek Isten tetszését, ha nem vártok. Azután ott volt József. Szeretem az igét a 105. Zsoltárban, amely Józsefről szól. Azt hiszem, tudok vele azonosulni bizonyos mértékben a saját tapasztalatomból. 105. Zsoltár a 17. verstől.
Elküldött előttük egy férfit, Józsefet, aki rabul adatott el. A lábait békjóba szorították, ő maga vasban járt. Valaki azt mondta, hogy a vas belement a lelkébe. Mind az ideig, amíg szava beteljesedett, az Úr beszéde megpróbálta őt. Látod, ez a próba. Az Úr ad neked egy dicsőséges ígéretet, hatalmas. És azután minden az ellenkező irányba megy. Ahelyett, hogy uralkodó lenne a testvérei között, egy börtönbe kerül Egyiptomban. És nem tudok elképzelni rosszabb helyet egy börtönnek, mint Egyiptom. Mit csinált Isten? Megpróbálta őt. Mi volt a próba? Várni. És ha még akarsz nézni, Mózes. Azt mondja a 4 Mózes 12.3-ban, Mózes volt a legszelídebb ember a Földön. Hogyan tanulta meg Mózes a szelídséget? Úgy, hogy 40 évig várt. Valaki megkérdezte egy prédikátor barátomat, miért váratta Isten Mózest 40 évig? A válasz az volt, mert 39 év alatt nem tudta megcsinálni. Isten nem fejezi be, amíg a próba nem teljes. Amikor Mózes először azt gondolta, hogy meg tudja szabadítani Izraelt Egyiptomból, még nagyon arrogáns fiatalember volt. 40 évvel később ő volt a legszelídebb ember a Földön. És soha, senki, Jézus kivételével nem gyakorolt akkora hatalmat, mint amilyet Mózes. Úgyhogy, ha azt akarod, hogy legyen hatalmad, tudod, mit kell kifejlesztened? Szelídséget. Isten nem bízhatja a hatalmát arrogáns, büszke, tolakodó emberekre. Volt egy profétai kijelentésünk, ami sokféleképpen elmondta ezt. Tudod, mi az előléptetés feltétele Isten királyságában? Nagyon könnyű. Alázd meg magad. Mindenki, aki maga lázza magát, felmagasztaltatik. Másfelől viszont mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. Úgy van, tiéd a döntés. Ez egy változhatatlan törvény, ami kormányozza a világegyetemet. Az emberek beszélnek Isten törvényeinek a megtöréséről. Ez nem igaz. Mi nem törjük meg Isten törvényeit, Isten törvényei törnek meg minket, ha mi megszegjük azokat. Azután beszéljünk Dávidról egy kicsit. Egy másik fiatalember, akinek Isten hatalmas ígéreteket adott. A következő, nem tudom hány évet, talán 15 évben úgy élt, mint egy halott kutya, ahogy ő mondta, vagy mint egy fogoly madár a hegyeken. Menekült az embertől, aki után ő lesz király. Miért engedi meg ezt Isten? Sőt, miért rendeli így Isten? Mit kereső? Egy szóval. Nem hallottalak. Álhatatosság. Úgy van. Nem kerülheted ki az álhatatosságot. Tudod, kihez beszélek most? Magamhoz. Nem kerülheted ki az álhatatosságot, hogy bemenj Isten ígéreteibe. Elmehetsz valameddig, de a teljesség csak álhatatosság által érhető el. És éppen amikor már lehetetlennek tűnik a kitartás, akkor kell kitartani. Ne add fel. Szeretném jó néhányatoknak elmondani személyesen, benne vagy a próbában. Jól csinálod. Csak tarts ki benne. Ne hátrálj ki. Ne add fel. Isten hűséges. Néhányszor megkérdeztek, ha lenne olyan üzenet, amit az utókornak hagynék, mi lenne az? Mindig azt mondom, el tudom mondani két szóval. Isten hűséges. Mondok még egy dolgot a várakozásról. Általa egyre jobban felismerjük, mennyire függünk Istentől. Nem tudok tenni semmit. Nem tehetem meg történté. Nem tudom, mikor jön ő.
Csak függök tőle. Nem tudom, hölgyek, hogy vannak-e problémák a házatokban, de nekünk vannak Izraelben. Néha kihagy az áram. Nem tudjuk megállapítani, miért. És ott vagyunk egy főzés közepén, vagy valaki éppen vasal, és telefonálunk, és végre utolérjük a villanyszerelőt. Dél van. Azt mondja, megpróbálok ott lenni délután 4 órakor. Mit csinálunk 4 órán át? Várunk. És 4 óra múlva egy dolgot tudunk. Szükségünk van a villanyszerelőre. Függünk tőle. Tehát a várakozástól felismerjük egészen új mértékben, hogy függünk Jézustól. Jól van. Végül, testvérei. Megpróbálom jobban csinálni, mint Pál. Azt mondta, végezett a testvéreim, és írt még 2 fejezetet. Azt hiszem, szükséges ezt mondani, mert amit mondtam, az sok szempontból nehéz bevenni. De a 4. javaslatom ez. Fejlesz ki pozitív hozzáállást és elvárásokat. Valaki azt mondta, mindenki vagy optimistának, vagy pessimistának születik. És én egészen jól tudom, minek születtem. Én pessimistának születtem. Továbbá pessimistának is neveltek. A szüleim jó emberek voltak, de az én otthonomban, ha nem aggódtál, aggódnod kellett azért, hogy nem aggódsz. És megtértem, megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel, és volt egy szolgálatom. De nem győztem le a pessimizmust. És a kifejeződése az életemben a depresszió volt. És bár más emberek megtértek, én küzdködtem szüntelenül egy sötét felhő ellen, amely megtelepedett fölöttem. És megtettem mindent. Elég jól ismertem az igéket. Tudom, hogy halottnak kell tekintened magad. És olyan sokszor tekintettem magamat halottnak, hogy már semmit nem jelentett. De ez nem oldotta meg a problémát. Azután egy napon olvastam az Ésajás 61. rész 3. versét. Ezt olvastam. A nehézség szelleme helyett a dicsőítés palástját. Amikor a nehézség szelleme kifejezést olvastam, a Szent Szellem azt mondta nekem, ez a te problémád. És hirtelen rájöttem, hogy nem önmagammal van dolgom. Nem az értelmi hozzáállásommal, hanem egy személy gyötört engem, éjjel-nappal. És rájöttem, hogy ez a személy gyermekkorom óta ismert engem. Ismerte minden gyengeségemet. Pontosan tudta, mikor támadjam meg. Továbbá tudtam, hogy ez egy családi szellem volt. Egy szellem, ami levonult a családomon. Ugyanezt az állapotot láttam édesapámnál is. Segítségül hívtam az Úr nevét, és megszabadultam ettől a démontól. Ó, igen, meg voltam térve, szóltam nyelveken, prédikáltam az evangéliumot, de meg kellett szabadulnom egy démontól. Annyira szégyeltem, hogy nem mondtam el senkinek 10 évig. Azután az Úr nyilvánosságra kényszerített, amikor egy démontól megszállott nő jött a pulpitusom elé vasárnap reggel. És éppen azt prédikáltam, hogy akármit csinál az ördög, Istené az utolsó szó. Ott volt ez a nő, vonaglott, mint egy kígyó a pulpitus előtt. Ugyanaz a nő, aki zongorázni szokott a dicsőítő összejöveteleinken. És tudtam, hogy vagy be kell bizonyítanom, vagy nem mondjam. Ekkor kerültem a nyílt színre. A nő megszabadult. De 10 éven betelt, a saját szabadulásom után, amíg kész voltam szembenézni a kérdéssel a nyilvánosság előtt. Ezt azért mondom, mert miután megszabadultam, Isten megmutatta, hogy ő megtette értem azt, amit én nem tudtam megtenni magamért. De ő nem teszi meg értem azt, amit én meg tudok tenni magamért.
És megmutatta, hogy meg kell változtatnom a gondolkodásmódomat. Mindig, amikor negatív gondolat vagy reakció jutott eszembe, valami pozitívval kellett ellensúlyoznom az igéből. És ez nem egy nap alatt történt. Legalább 3 év betelt. De annak a végén már nem voltam pesszimista. Úgyhogy tudom, mi kell hozzá. Azt mondanám, hogy valójában, ha megbocsátod, hogy ezt mondom, mint brit a briteknek, hogy Nagy-Britannia egyik fő problémája a pesszimizmus. A britek hajlamosabbak a pesszimizmusra, mint bármely más nagy nemzet, amely jeldolgom volt. Azt hiszem, ez egy szellemi befolyás valahol. Akárhogy is, ne menjünk bele ebbe. Azt hiszem, ezt el kell mondanom. Fogok tanítani a démonoktól való szabadulásról Kensington Templeben később ebben a hónapban. Ha tényleg komolyan szükséged van rá, jöjj akkor, és teszünk valamit, érted. Jó. Menjünk ehhez a dologhoz, hogy legyen pozitív hozzáállásunk, és azután befejezzük. Róma 12. rész, 21. vers. Ezt mondja. Ne győzzön le téged a gonosz, hanem te győzz le a gonoszt a jóval. Tehát 2 lehetőségünk van, és csak 2. Győzhetünk, vagy legyőznek minket, és nincs semmi a 2 között. És amikor találkozunk a gonosszal, csak 1 dolog van, ami elég erős a gonosz legyőzéséhez. A jó. Nem lehet negatív a hozzáállásunk. Nem mondhatjuk egyszerűen, ez nem az én problémám. Tevékenyen gyakorolnunk kell azt, ami jó. Ne győzzön le téged a gonosz, hanem te győzz le a gonoszt a jóval. És a Róma 8.35-től ezt mondja. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen meg van írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. Ez elég negatív tanítás, nem? Egyesek ellenállnak a negatív tanításnak. Azt mondják, testvér, légy pozitív. De a negatív is igaz. Emberek, akik hamis részvényeket adnak el a tőzsdén, nagyon pozitívak. De nem őszinték. Hiszem, hogy nekünk keresztényeknek szembe kell néznünk a negatívval. Nem csukhatjuk be a szemünket, vagy fordíthatjuk el a fejünket. Bajok következnek. Hiszem, hogy több baj van előttünk, mint legtöbben el tudnak képzelni jelenleg. De ez nem jelenti, hogy pesszimistának kell lennünk. Mit mond erről Pál? De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett minket. Mik azok a mindezek? Ott van egy lista. Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem van, vagy fegyver. Azután Pál azt mondja, de mindezekben felettébb diadalmaskodunk. Egyszer megkérdeztem, mit jelent az, hogy győztesnél is több? Úgy éreztem, hogy ő ezt a választ adta. Az, hogy győztesnél is több vagy, azt jelenti, hogy belemész egy bajba, legyőzöd, és úgy jössz ki a bajból, hogy több van nálad, mint amikor belementél. Zsákmányt szereztél. 1 János 4. rész. Már csak 2 ige. 1 János 4. rész, 4. vers. Ti az Istentől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat, a gonosznak minden erejét. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van. Valójában hihetetlen butaság az ördögtől azt hinni, hogy legyőzheti Istent. Átérezhetjük a butaságát.
Isten, aki az egész világ mindenséget teremtette, és tökéletes rendben tartja, és egy teremtett lény szembeszáll ezzel az Istennel. Volt egy amerikai filozófus, aki azt mondta az ördögről, hogy ő a tökéletes szamár. Nem üres szavakat használok, csak rámutatok, hogy a butaság csúcsa, amit az ördög csinált. De nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki e világban van. Szeretném, ha utána mondanátok, mert azt hiszem mondanatok kell. Nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. Mondjátok még egyszer. Nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. Most, ha szeretnéd ezt tenni, keres valakit a közeledben. Fordulj hozzá, nézz a szemébe és mondd. Nagyobb az, aki bennem van, mint az, aki a világban van. Jó? Nagyobb az, aki bennem van, mint az, aki a világban van. Amen. Jó. Tudjátok, ezt azért csinálom, mert elég könnyű felnézni Istenre és nem zavarban lenni. De amikor valakinek szemébe nézel és úgy mondod, ez sejteti, hogy tényleg úgy gondolod-e. Jó. Még egyik el is befejezzük. Jelenések 21, 7. vers. Jelenések 21, 7. vers. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Kutattam az Új Szövetséget. Egyetlen olyan ígéretet sem találtam benne, amit nem olyanoknak tesz, akik győznek. És csak két lehetőséged van. Vagy győzöl, vagy legyőznek. Úgyhogy mindnyájunknak el kell döntenünk. Győzhetek, nagyobb az, aki bennem van, mint az, aki a világban van, de el kell határoznom. Teljesítenem kell a feltételeket. Azt hiszem, alkalmaznom kell, amit mondtam, nagyon röviden. Úgy éreztem, amikor az Úr nekem adta ezt az üzenetet, hogy lesz itt néhány Jónás ma este, aki hallotta Isten elhívását és visszautasította. És lehet, hogy lent vagy a hajó aljában és mélyen alszol. De Isten gondoskodása által ide jutottál ma este. Hallottad a leírást és rájöttél, ez én vagyok. Én egy Jónás vagyok. Elfutok Istentől. És minden lépés, amit megtettem, amióta hátat fordítottam Istennek, lefelé vezetett. És most ma este vissza akarok térni Istenhez. El akarom ismerni a lázadásomat, visszatérek hozzá, és alávettem az életemet. Keresztények, imádkozzatok! Ha van itt egyetlen Jónás ma este, elmondjuk neked, hogy Isten szeret téged, még mindig. Mi is szeretünk. Segíteni akarunk neked. De hoznod kell egy döntést. Ha vissza akarsz jönni Istenhez ma este, tegyél csak egy egyszerű dolgot. Akárhol vagy ebben a teremben, állj föl most. Mondd, én egy Jónás vagyok. Elfutottam az Úrtól. De vissza akarok jönni. Akárhol lehetsz. Elég biztos vagyok, hogy van legalább egy itt ma este. Isten áldjon. Isten áldjon. Valaki más. Még egy Jónás. Isten áldjon. Biztos voltam benne, hogy van itt nő is ma este. Maradj állva, mert ez fontos pillanat. Van még egy. Isten áldjon, kedves nőtestvérem. Isten áldjon, Isten áldjon, Isten áldjon. Ne állj föl, ha nem ebbe a kategóriába tartozol. Hallottad Isten elhívását, és elfutottál. És most vissza akarsz jönni. Dicsőség Istennek, megmutatta, hogy lesznek itt Jónások ma este. Figyelj, szeretném, ha valami mást is tennél, nem lesz nagyon könnyű, de ez hozza a változást. Szeretném, ha kijönnél a padok közül, és ahogy lehet, gyere előre, és állj ide a pulpitos elé.
Jó? Kérlek. Ki kell mozdulnod onnan, ahol vagy, érted? Ha csak egy helyben maradsz, Kent testvér, hol vagy? Ha vannak itt gondozók, elmondom nektek, hogy egy másik szobába kell küldeni őket. Nem tudtam, hogy ilyen sok ember lesz. Csak azt akarom mondani nektek, hogy nagyon boldoggá tesz engem, hogy itt látlak titeket ma este. És akarom, hogy tudjátok, Isten szeret titeket, ő soha nem mondott le rólatok, értitek? Lehet, hogy te lemondtál róla, de ő soha nem mondott le rólad. Köszönöm, Uram. Szeretném, ha mindnyájan elmondanátok ezt az egyszerű imát utánom. Várunk még egy-két pillanatot, ahogy jönnek az emberek. Tudom, hogy néhányatoknak mennetek kell, késő van, de próbálj meg kitartani, ha tudsz. Ne légy zavarban, ha menned kell. Ruth, gyere, állj mellém. Nagyon egyszerű ima. Jézushoz imádkozol, nem hozzám. Én mondom a szavakat, mondd őket utánam. Úr Jézus, sajnálom, hogy hátat fordítottam neked, és a saját utamon jártam. Ma este megtérek. Visszafordulok hozzád. Aláad vetem magam, és kérlek, legyen meg a te akaratod az életemben. Védj engem, ahogy vagyok, és tégy olyanná, amilyenné akarsz. Mondd még egyszer ezeket az utolsó szavakat. Védj engem, ahogy vagyok, és tégy olyanná, amilyenné akarsz. Jézus nevében. Amen. Ken, van olyan hely, ahova mehetnek, ha akarnak? Megmutatnád nekik, hogy kell oda menni? Amíg őket elirányítják, szeretnék egy további lehetőséget adni nektek. Ha van itt valaki ma este, soha nem születtél újjá, soha nem lettél Isten új teremtésének a része, és része akarsz lenni ennek az új teremtésnek. Akik előre jöttek, a Jónások, kimennétek arra? Keresztények, imádkozzatok értük. Néhányan tapasztalatból tudjátok, hogy nehéz visszajönni Istenhez, ha elfordultál. De a mai az ő estéjük. Isten megmutatta, tedd be ezt a meghívást Jónással, mert lesz itt néhány ma este. Nem fogjuk nyújtani, de ha soha nem születtél újjá, nem tudod biztosan, hogy meg vannak bocsátva a bűneid Jézusért. Soha nem adtad neki az életedet, mint megváltónak, és nem vallottad meg őt uradnak. Nem ismered a békét, ami a bűnök bocsánata által jön. De szeretnéd ezt ma este. Akkor tedd ugyanazt, mint a többiek. Állj föl ott, ahol vagy. Ne légy zavarban. Az tragédia lenne, ha elmennél innen ma este, anélkül, hogy személyesen megismernéd Jézust. Nem nyújtjuk el ezt. Van egy érzésem, hogy van legalább egy ember, és küzdködsz. Keresztények, imádkozzunk egy pillanatra. Uram, ha van itt valaki ma este, akinek újjá kell születnie, de visszatartja valamilyen sátáni nyomás, a félelem szelleme, bármi is legyen. A Jézus nevében feloldjuk őket most bármiből, ami fogva tartja őket, hogy szabadok legyenek meghozni a saját döntésüket. Jézus nevében. Amen. Most, ha be akarod fogadni Jézust, megteheted. Csak azt kell tenned, hogy megmutasd, hogy felállsz. Nem fogjuk elnyújtani ezt. Nagyon erősen érzem, hogy van itt valaki. Ó, ott már áll valaki. Isten áldjon. Nem mehetünk volna haza nélküled.
Van itt egy érett keresztény, aki tanácsot tud adni annak a kedves hölgynek? Szeretném oda mennétek hozzá. Látod ott a hölgyet, aki áll? Menj oda és beszélj vele. Imádkozz vele és segíts neki. Hányan tudjátok azt mondani, köszönöm Jézus.